uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek, kitörő lelkesedéssel, óriási lendülettel, hihetetlen szeretettel köszöntünk mindenkit. A sziasztok! Jó reggelt! Hello! A kutya fáját. Nem tudom, hogy láttátok-e a Plazma TV-t. Hát gyerekem, egy nem tudom, hogy, hogy nézitek-e, hogy amit én csinálok a monitoromon, azt ti látjátok a Plazma TV-n. Egy olyan prezentációt kaptok, hogy megbolondultok. Még egy kicsi lézerpont hiányzik, aha, tényleg, egy ilyen lézerező kis tudsz, amelyet oda tudok világítani. Zsül megcsinálta, összekötötte a laptopot a televízióval. Hát én nem iszok bele a kávémmal, mert biztos, hogy összefosol magam. Hát végre láthatjuk a Nagy Dudák nem oldalt, amit nézek az adás közben. Igen, a nagydudák.hu, Ted Odova nem való, igen, és a többi. Szóval, hogy igen, sikerült, jól van, akkor tudok nektek képeket mutogatni. Nagyon az mindenféleképpen jó. Legalább látjuk, hogy mit csetelgettek itt összeközben a Lacival. Igen. Ez a két hülye megint rossz korszolt közben. Belépés. Igen. Jó lenne, ha nem ugatna bele minden mondatommal Jani. Ez neked, Jani. Jó. Jó. Érett nők, tessék. Atya úristen, de pronyó. Ezt nem tudtam érzegetni, ez nagyon cikik. Ugye most következő történik, bármit megnyitok a laptopomon, és hát persze azonnal némi erotikus oldalra sikerült menni. Azt konkrétan az egész stúdió mindenki látja, mert egy hatalmas plazmán kint van. Ott van Pákó Ikitre, és a majonéz. Gyerekek, ezt szeretettel, jó? Egy ilyet tudnék persze akkor. Halálgit. Atya úristen. Ne mondjátok, hogy nem indul így óra reggel. Nagyon jó. Nem? Nagyon jó. Nem vicceltek. Hát ez nekünk vicces hallgatóknak nyilván kevés, mert ők nem tudják, hogy mit látunk, de mindenféle. Szerintem ki tudják tartani. De ha mindenféle látnátok esetleg, akkor biztos, hogy erről beszélnek utána még hosszú évekig. Igen. Hogy mivel múlgatja az időt a Klassz FM stábja. Jaj, gyerek. Élőkön Zsüllel. Na szóval, hogy 9 óra után, igen, élőkön Zsüllel, 9 óra után egy kis beszélgetés a Chemtrailről, amit már régóta ígérgettek meg, már talán azt hiszem, hogy nem is lesz. Tudom, hogy úgy feküdtettek le, hogy úristen, már csak 7 óra, és kiderül az igazság. Úristen, csak telne már el ez az éjszaka. Nem akarok lefeküdni, nem akarom, hogy véget érjen ez az éjszaka. Igen. A Chemtrail, ugye, valaki nem tudná, azok a fura csíkok az égen, amivel egyesek azt mondják, hogy az emberiséget akarják kipusztítani, meg mérgeznek bennünket, meg permeteznek. Fura kondens csíkok, amikre nincs magyarázat az elmúlt pár évben, ezek az úgynevezett ilyen vegyi csíkok, vagy chemtrailek, és hát erről ígértem nagyon én, hogy várjuk, beszélünk egy kicsit, ti meg felteszitek azokat a kérdéseket, amit mindenki józan paraszt észre gondolkodva feltesz, és azt fel is kell tenni. Én tegnap elolvastam az első 40 darab kommentet, ami érkezett a témafelvetés kapcsán tegnap. Reggel, amikor beszéltünk róla? Így van, a közösségi oldalunkon. Hát addig bírtam, aztán az összes többit ezt már nem olvastam el, mert olyan szinten lefárasztott az agyamat, az oda-vissza hoztam hogy lehetek ilyen szűklátókörűek, és egyébként meg, ha mindenki ilyen agymosott lenne, mint ti, akkor tényleg azt csinálnak velünk, amit akarnak. Jó, írta az most egyik oldal, aztán írta a másik oldal, hogy ugyan maradjatok, már egyszerű kondens csíkokról van szó, és a páratartalom miatt látszódnak, illetve nem látszódnak, ti meg mindent benyaltok, persze, természetesen ufók is vannak, de egyébként és oda-vissza osztottak, és gyakorlatilag sikerült az egész ország közvéleményét, és még a mi Facebook oldalunk kedvelőjét is, a hallgatótáborunkat is kétfelé osztanom, mint Mózesnek a Vöröstengert. Gyerekek, én ilyen témákat hozok, tehát, hogy megosztó beszélnek róla, én vállalom, hogy nyíltan megfeszítenek és hülyének néznek, de az, hogy mit írtak, az ne vegye el a kedveteket, tehát tényleg kérdezzetek egy csomó mindent, meg nyugodtan nézzetek engem hülyének, és álljatok azzal, az kezd meg lesz szkeptikussággal hozzá, amivel szoktatok, de hogy azért ennek van egy komoly oldala is, és majd érezni fogjátok, hogy talán lehet benne valami, a pontos okokat még mi sem tudjuk, meg én sem tudom, de szerintem érdemes róla egy 10 mondatot beszélni. Na csak azt akarom mondani az egésszel, hogy az embereket foglalkoztatja a téma. Persze, gyakorlatilag nem is láttam olyat, aki azt mondta volna, hogy nem érdekel. Az volt, hogy valaki azt mondta, hogy full hülyék vagytok, a másik az, hogy ti vagytok a full hülyék. Az a technológia 9 után, hogy mindenre azt mondjuk, hogy igen, akkor gyorsan végez. Ez igaz. Jó. Az nagyon gyors lesz, mert azért igen, úgy készültem, hogy inkább beszélgetünk. Oké, Bazsi. Összeértem ilyen 25 mondatot körülbelül erről az egészről, vagy 30-at, meg egy-két képet. Én már ketté törtem egy fogpiszkálat, hogy kipeckeljem a szemeit. Úgyhogy Chemtrail 9 óra után. Na, mi újság van egyébként? Tegnap már nagyon sokan mondták, hogy látták a gödröt,
ott áldogál, ásnak, dolgoznak, mindenki nézi a Ferdinánd hidat, úgyhogy ott valami írtózatos készülődés van. Tegnap láttam a tervrajzokat, hogy hol áll majd a tömeg, hogy hol vagyunk mi, hogy honnan ásnak, hogy fú, gyerekek, azért ez egy nagyon nagyon nagy szabású történet megint. Most kezdett realizálódni, hogy megyünk le a föld alá. Ha valaki esetleg, is vége van. Ha valaki esetleg nem tudna, mert most jött a Holdról, vagy egy nagyon hosszú kiküldetésről, nem tudom, Bogotából, az őserdőből, ahol meg volt kötözve, fel volt peckelve a szája, mert esetleg valamiféle ilyen kis afférba bonyolódott a Cali kártellel, annak elmondjuk, hogy arról van szó, ugye, hogy holnap fogjuk azt a gyönyörű szép autót vagy átadni, vagy nem, hát ez attól függ, hogy ki fogják-e ásni azok az emberek, akiket kisorsoltunk az elmúlt napokban, és akiket még ma is sorsolni fogunk. Bizonyán. Van egy fantasztikus autónk, egy Chevrolet Trax, amit az egyik kedves hallgatónknak szeretnénk majd ezüst tálcán átnyújtani holnap, amiről előtte lesöpörjük a földet. Ja, úgy igen. Igen, és van ezzel kapcsolatban egy jó hírünk, ezt 7 óra után mondom, meg 8 óra, meg 9 óra után nagyon sokszor. Porhanyos a föld. Igen, hogy úgy néz ki, hogy kijövünk. Nem, hogy mit kap, vagy mi lesz azokkal, akik odajönnek holnap. Tehát érdemes már most, szerintem tényleg érdemes, egyelőre még nem akarom előni, de elkéreckedni, kiütni a hétből egy napot, odajönni, vagy legalábbis 7-től 10 óráig szabaddá tenni magatokat. Jó? Tehát ez nem az ásó emberekre vonatkozik, hanem akik nézelődnek. Akik nézelődni jönnek, így van. Blu-ray DVD-ben fogunk kisorsolni chemtrail témakörbe. chemtrail témakörű DVD-k, igen. Szóval hely van, lehet jönni, abszolút. Megéri majd. Jó? És még azon is túl. Hát azoknak, akik meg ásni fognak, azoknak meg mindenképpen megéri eljönni. Ők biztos, hogy nem mennek el üres kézzel a helyszínről. Rengeteg vásárlási utalmány fogunk kisorsolni közöttük 50 ezer forint értékben, és azt hiszem, ez nem gyenge, a közeli bevásárlóközpontban lehetnek majd ezeknek a seggére verni. Ezen kívül a Chevrolet, ahol csak akarjátok, ahol jól esik nektek igazán. A Chevrolet is fog különböző ajándékcsomagokat adni mindenkinek, tehát tőlük is lehet számítani ilyesmire. Hát és akkor ott van ez a gyönyörű szép autó, amit szerintem már nem nincsen olyan hallgatónk, aki nem nézett meg a Chevrolet.hu-n. Ha meg ezt még nem tette meg, akkor menjen fel és nézze meg ezt a csodálatos is jószágot. Mi visszaadtuk a miénket, vagy hát én örültem volna neki, ha első is, de hát sajnos nem, mert ugye Móni is megnézte azért otthon ezt a járművet, és hát ennyi szóval beleszeretett, illetve belőlem kiszeretett. Abból a szeretetből vett el egy marékkal, amit nekem tartogatott eddig, és azt így odaadta ennek az autónak. Hát te lépsz most már, valakit be kell juttatni az ások közé. Az a baj, hogy az én alapfelszereltségem nem tud betegedni egy Chevrolet Trax-el. Egy helyen vagy jobb, de az meg... Hát így van. Agyban. Így van. Hát, igen. Igen, de ma még lehet menni kereskedésekbe. Főleg még ma is van regisztráció. Még ma is lehet, hogy meghosszabbították a regisztrációt, úgyhogy ma még mindenki mehet. A Chevrolet.hu ott van, hogy hova kell menni, vagy az ember ahol lakik, ahhoz képest hol van Chevy kereskedés. Jó, érdemes megnézni. Bemenni, még ma este visszahívunk ugye valakit, sőt, még ma reggel is visszahívunk valakit, és akkor holnap jöhet velük. És akkor holnap jöhet, így van. Tehát akik ma mennek regisztrálni, ne aggódjanak, mikor lezárult a mai regisztráció, akkor utána még valakinek megcsörren a telefonja, és ő is ott lesz holnap velünk, amennyiben tud jönni. Aki teheti, az menjen el, aki még nem regisztrál be, az regisztráljon be, azért mi se tudunk kiszórni nagyon sűrűn havonta akárhányszor autókat, ki tudja, hogy mikor lesz még egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen gyönyörű autót megszerezhessetek ilyen áron, hogy gyakorlatilag oda mentek és elmondjatok, hogy hol laktok, meg hogy milyen személyigazolvány számotok, meg hogy hívnak benneteket. Ez a játékban való részvételhez kell, így van, ennyiről szól. Jóság egyébként. Hát hazavittem, most már szóltak a kollégák, hogy mindenképpen két nap után vigyem hát haza azt a három nejlon zacskóba csomagolt 6 darab pálpusztai sajtot, amit hétfőn kaptam a Feritől, mert már többen jelezték, hogy nem lenne baj, hogyha esetleg nem lenne nyitva reggeltől estig az ablaka miatt, hogy esetleg meg tudjanak maradni a szobában. Hát tegnap hajnalban, ahogy én beléptem a szerkesztőségbe, azt hittem, hogy belehalok. Az nagyon úgy kemény, hogy zárt hűtőajtón keresztül a pálpusztai kidübörgött. Úgyhogy én ma úgy ittam a kávémat, hogy én nem öntök bele tejet, mert ha kinyitod a hűtőajtót, a véged van, és a tej meg átveszi ráadásul. Az a baj, hogy én mindig kinyitom a hűtőajtót, megnézni, hogy van-e benne olyan, ami érdekel. Kinyitottam megint, és így arcom vert. És ez már az üres hűtőszekrénynek az illata, ahol csak jelzem. Hát ugye most elég sokat forgatunk Balival, és emiatt én nem akartam magammal vinni mindenhova, ahova tartunk, hogy azért ne legyünk personál non gráták.
és emiatt volt benne két napon keresztül. Amúgy meg tökre kíváncsi lettem volna már, hogy tényleg milyen ízek ezek a finom kis kézműves sajtok. De ahogy tegnap este, illetve nem este, délután, amikor jöttem hazafelé, mondom, akkor haza kell vinnem. Otthon a nejlonszatyrokat kidobtam. Egyébként a nejlonszatyrokat arra szoktuk használni, hogy otthon, hogy a kutya után összeszedjük az összeszedni való, de ezeket már nem, ezeket még arra sem használjuk, mert rögtön kidobtam őket, és csináltam nekik otthon egy ilyen kis műanyag dobozt külön erre a célra, amit aztán folpakkal lefújtottam többszörösen, hogy azért az otthoni hűtők se vegye át a szagát, és még erre került egy műanyag tető. Arra jó volt egyébként még, hogy végig volt helyem hazafelé. A metron is, és a villamos is, mert gyakorlatilag senki nem akart mellé menni. Senki mi? Senki. Jó a sajt egyébként, vagy meg se kóstoltam. Még nem tudtam megkóstolni tegnap. Úgyhogy, de ennek el fog jönni az ideje. Nagyon kemény. De hát a szenvedély, a szenvedély. Hát most mit csinálj? Úgyhogy egy pár hét türelmet kérünk még mindenkitől, aki belép a szerkesztőségbe. Az mennyi, ha kimosod a hűtőt, akkor ez eltűnik? Vagy ez hát hogy ez van? El, persze. Szépen lassan ez így felszívódik? Egy-két hónap max. Szerintem jövő májusban már nem lesz. Igen. És az a jó, hogy a lányomnak meg a póréhagyma a kedvence. Új, de jó párosítás. Hát, hogy a blánya. Póréhagymás. Ugye egy tesztalelkét csinálunk Annával, már megbeszéltük, hogy az ilyen szagelszívót, hogy hát ha, de van ilyen hűtőillatosító. Valamit tényleg kéne. Nem, van ilyen hűtőmosó folyadék, mint az ablaktisztító. Hogy megveszed, bespricceled, és akkor így valahogy elszívja a szagokat, meg mit szoktak beletenni a hűtőbe? Citromot? Vagy zellert? Vagy miért? Van valami, ami magába szívja a hűtőnek az aromáját, méghozzá úgy, hogy ez természetes. Tehát valami, vagy növény, vagy gyümölcs, van valami, csak nem jut eszembe. Hát a pápuszta illatát, vagy inkább nevezzük. Van egy ilyen természetes ugye? Hűtőtisztító. Azt hiszem talán a citromot szokták, vagy valamit, hogy berakják, és akkor tudod, azt benne hagyják. És az úgy elmulasztja a szagot. Hát vagy kicsomagolnak egy pápusztán jóval nagyobb darab romadúr sajtot, és az magába szívja a pápusztáját az illatát, és hozzáadja sajátjához. Igen, ez lehet. Igen. És a két szag birkózik egymással. Küzdenek, és aztán kiderül, hogy megduplázódik az AR fokozat. Nem tudom, talán a burgonya? Melyik? Mi az, amit tényleg így magába szívja? Nem tudom, mit szoktak. De a cít, szerintem a citrom jó, nem? Kávézac, azt mondja az Anna. Kávézac? Azt mondja a Karolina. Vagy bárki vagy is volt ez a lányok. Hát, hogy letett mellém egy cetlit. Megkérjük majd a Viktort, hogy minden reggel, amikor bejön, akkor szívja magába a hűtőnek az illatát. Viktor Lécinyis kerültős szív. Köszi. Tarts magad. Hát vagy Fekete Lacit. Ja. Jöjjön ide és ordítson bele. Nem az a baj, hogy Fekete Laci az ammóniát is kiszívja a hűtőből. Egyetlen szusszanásról. És beszívott mindent, amit a hűtőben talált. Igen. Hello Anna, egész este nem tudtam aludni a chemtrail miatt. Ha már így alakult, 6 popsit zala kell. Annát? Hát, nem, 6 popsiza kell valakit, ja, fekete-fehér, igen, nem. Ja, mondom, ja, azt nem, ja. Annát akarják elpopsizni. Na, mennyire kicsit csillog a szeme. Ennyire belendült itt mindenki. Na mindegy, jó van. Feri, veled valami? Kérlek szépen, tegnap a házunk előtt délután kint voltam az erkélyen, és lenéztem, és ott volt az út közepén eldöntve egy bicikli. Egy nagyon jó minőségű kerékpár. Hát onnan messziről. És kíváncsi voltam rá, hogy egy A kié, tehát kihagyja az út közepén a bringát, B, mikor fogja valaki felállítani? 2 órán keresztül fekert a bringa. Nem tudom, aztán nem vártam tovább, meg így időszakosan kikimentem, és ott volt egyébként, hát onnan föntről úgy látszott, hogy tök normális bicikli, tehát használható, nincs semmi baja. Valaki úgy eldöntött az út közepén, amit nyilván nem értesz, és ott hagyta. És az összes autós kikerülte a bringát, ott egyirányú az út fel nálunk, tehát el tudnak férni mellette, elfértek mellette, és az összes gyalogos, aki arra járt, az így elment mellette. Hogy senkinek eszébe nem jutott az, hogy az út közepéről a bringát fölállítsa, és oda egy fához oda támassza. 2 órán keresztül ott volt. És magyarázat nincs rá, nem tudom, csak így elgondolkodtam, hogy mondjuk tudom, én is lemehettem volna. Igen. Ugye? De még mielőtt ez eszetekbe jut, de hogy pont ez volt az érdekes benne, hogy nézz ez, hogy mi történik. Mert engem érdekelt, ha én lemegyek, fölállítom, na de ha én nem állítom föl, hát tudományos érdeklődéssel közelítettél a tudományos témához. Érdeklődéssel nem mozdultam a negyedikről, és 2 órán keresztül állt ott a bicikli. Vagyis feküdt az út közepén. Autók kikerülték, ugye egyirányú az út, el lehet menni mellette, a gyalogosok mentek tovább, szóval senkit nem érdekelt, hogy egy bicikli van az úttest közepén. Nagyon vicces volt.
Nagyon furák egyébként, ezt én már. De hogy hagyod ott? Elfelejted? Hát ez mert az, hogy utána már nem megy valaki érte, az oké. Okay. De nézzük az előző fázist, amikor neked azt oda el kell döntened, vagy le kell esned róla, és el kell sétálnod úgy, hogy ott marad a bringa. Beütötte a fejét, és elfelejtette, hogy biciklivel jött. Vagy leesett a csomagtartóról? Simán lehet, hogy kerékpártartóról így hopp, lehuppant. Mert én olyat láttam, hogy két nagyon helyes idős ember, egy házas pár, bement a bevásárlóközpont aljába, csak úgy, hogy elfelejtette, hogy egy nagy bicikli túrázásból jönnek, és fönn volt a bringa. Vezetett papper, nyomta, és már mindenki integetett neki, hogy fékez, fékez, papper meg körbenézett, és nem értett, hogy miért integetnek neki, és az arénában úgy, hogy van telibe. Paf! Hát a két bringából nem lehet, csak letépte a csomagtartót, szétverte az autót, semmi. Tehát a szegény. Hát ők ott a picit gondolták, hogy megállnak. Én felfedő egy gulácsónakot láttam lecsúszni. A felső csomagtartóról rossz volt rögzítve, és így a benzin a zöldnél, amikor Balatonnál volt még, az északi partnál, és akkor mi is áthaladtunk ott a település, és láttam, hogy egy picit rosszul van rögzítve. Hát az, hogy picit rosszul van rögzítve, az ennyi kifejezés, és egyszerűen leesett a gumicsók, meg így el. De nagy gázzal indultak legalább. Igen, és a gumicsónak pedig ott maradt utánuk a lámpánál. Ennyi. Gumicsónakot szerintem minden magyar, rendes magyar család hagyott el Trabantról. A 83-ban. Vagy felfújt matrac. Vagy felfújt, a dupla nagy matracot. Igen. Felfújt matracot, 83-ban a Balatonon. Nem? Amikor a Trabi tetején vitték ezeket az olcsó, műanyagevezős, nagyon, nagyon rossz minőségű gumicsónakokat, amikre egyszer tudta használni, vagy beázott, vagy kiukat, vagy szétdurant, és mindezt egyébként a kék, ilyen kicsit ilyen henger vagy kúp alakú pumpával, gumipumpával tudtad felfújni. Emlékeztek? A lábbal pumpálós. Lábpumpa, aminek fehér kis szelep volt a végén, igen. És akkor pumpád, és hogy rájött, mindig fölugrott magától, ilyen kis zselészerűen, szilikonszerűen, kis lábpumpa volt. Félgömb. Igen, az klasszik a gumimatrac, egyik kék, másik oldal a piros. Piros. Ne? Így. Hát figyelj, ez mindenkinek megvan. Szóval ami, azt mi is hagytuk el. Viszont amikor én láttam ezt az esetet, ott nem villogott senki, meg nem dudált senki. Közel volt a Balaton, nyilván volt újrahasznosítási lehetőség mindenki számára. Senki nem ment utánuk, hogy gyertek vissza, mert elhagytátok a gumimatracot. Illetve a gumicsónakot elég jó állapot volt nyilván utána valaki. Valaki fogta, behúzta maga mellé a nádasba, és aztán hogy hívják, a családi hasznosításba küldte be. Igen. Hogy állunk játékkal? Nem jó. Oh, na mi a 2-1. Baj? 2-1. Vezetnek? Uh-huh. Az tényleg nem jó. Az tényleg nem jó. 2-1-re hallgatok. Ja tényleg, tegnap... Tegnap csúnyán elbuktam. Jó játszott az illető. De egyébként jó volt, kivéve azt, hogy én az első mondatban mondtam egy gyönyörű nemet. Ja, tényleg, mondjuk, amit nem vetünk észre. De tényleg szép nem volt. De hagyd eddig kifutni a játékot. Én megvártam a végét. Ja, mert hogy mi se vettük észre. Mi magunk sem. Érted, küzdjön meg, értem. Valaki azt írja, hogy a bringa az ötös lottó nyertesé. Ez lehet, hogy egyébként Csiga írta nekünk. Az lehet. Annyira berugott, és azóta is részek, hogy még a... Nyíregyházáról eltekert hozzánk a 13. kerületbe. Ott hagyta a bringát, majd szépen hazasétált. Na jó, játékra akkor lehet jelentkezni, jó? Nyugodtan SMS-ben. Ha behúzzátok a mai napot, akkor megvan a hét, úgyhogy valaki olyan jelentkezzen, aki nagyon tud játszani. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Na, még a szodabikarbonát írták sokan, hogy azt is bele lehet rakni a hűtőbe, hogy az is jó. Az illetve is... faszenet. Most mi van? Most miért ostorozod magad? Faszén. Nem, mondj ilyen rondákat magadról, hogy faszén. Mi bajod van magaddal? az is jó. Állítólag. Igen? Na, akkor hozok be mind a kettőt. Az alsó polcra rakok 4 kiló szodabikarbonát, a felső polcra meg 2,5 kiló faszenet. Igen. SOS káosz a budai alsó rakparton, ezt Brill küldte nekünk, és azt nem tudjuk, hogy miért, ha valaki ott közlekedik most, akkor segítsen nekünk, jó? Hogy mi a helyzet a budai alsó rakparton, miért van káosz? Egyelőre csak ez jött igazából, mint már közlekedés. Most mondom, hogy aki jön le az Árpád hídról a körútra, igen? Pesten, az készüljön, hogy a Lehel útnál, ahol azok a nagy bútorboltok vannak, a 3 sávból 2-t mókással lezártak. Ez a Hungária körút, arra gondolsz? Azt nem tudom, az lehet, hogy a Robert Károly. Robert Károly Hungária, az, igen. Robert Károly Lehel kereszteződése, átjössz a hídon, és jössz egyenesen a körúton, és egyszer csak azt látod, hogy a Lehelnél most táblázták, vagy bolyázták ki reggel, a 3-ból 2 zárva. Te jó is. Képzelni, hogy mi lesz vége. Te jó is. Az lehet, szerintem már most is, de később meg biztos, hogy halál. Na, ez jó, hogy mondtad, igen. Na, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály.
A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Mosolygos reggelt. Mosolygos reggelt, ezt mondtad? Igen, jól hallottad. Hello, hogy hívnál? Sziasztok, Csaba vagyok. Csaba, honnan telefonálsz? Pestről, 11. kerület. Most ébredtél, vagy nem, még nem feküdtem. Ó, még ágyban vagy. Hát, fogjuk rá, oda jutok mindjárt, remélem. Mi, éjszakás voltál, vagy egy kicsit kimaradoztál? Nem, hát online pokerrel foglalkozom, és egész este játszottam. Ó, na és hogy zártad az estét? Viszonylag jó tűzhető volt. Igen? Ez mit jelent, hogy mennyi ilyenkor a bevétel? Hát pluszban végeztem, hát ez teljesen változó, amikor, hogy... De ez jó. Hú, mennyit online pókereztem én régen. Ezek már gondolom, hogy nem ilyen free-roll versenyek, hanem ilyen fizetősek. Nem. Fizetős természetesen. Fizetősekre. Egy asztalon, több asztalon, egyszerre? Két asztalon fület. Két asztalon, aha. Hát igen, az ember éjszaka dolgozik, aztán megpihen. Aha, azt kicsit... kettő, igen, megy valahova, igen. Este megint kezdi újra. Igen, milyen összdíjazású versenyek voltak ezek? Ezek szitengók főleg. Aha. Jelenleg 15 dollár. Hogy a felében? Hát amikor ilyen szitengó csak azt érdemes. Az? Én ha a póker, ezek online csak én amikor régen annak idején, de nem. Fogalmam nincs. Mit csinál? Elmondod a fiúknak röviden, mi ez a szitengó? Szitengó, hát én hyper-hands-upot játszok, ez egy két fős játék. Hyper-hands-up, az meg... Feri, te legalább értetted. A hands-up, amikor már csak ketten maradtok, vagy eleve úgy ültök le, hogy csak ketten vagytok, és két játékos van. Ez általában... Azt ismertem el a baby hands-upból. Igen, ez általában a végjátéka egy nagy turnamentnek, amikor már csak ketten maradtok. Teljesen máshogy játszol a hands-upban, mint mondjuk, amikor 8-an ültök az asztalnál. Egy jó túra. De hát ez igen, ez nektek, ez most egy hosszabb. Most kevés, hogy nincs időnk. Hogyha te vagy a kis vagy, csak akkor... Csak tízig vagyunk. Ha te vagy a kis vagy, akkor hogy emelsz, vagy te vagy a buton. Én kisvak vagyok, vagy mi? Vagy ha te vagy a buton, akkor mit csinálsz, buton. Hogy csinálsz? Ja, ezzel megkavarjuk ide. Igen. Igen. És ebből élsz? Igen. Már egy pár hónapja. Nem, abban lehet ennyi pénzt keresni, hogy azt mondod, hogy nem kell más felé dolgoznod? Lehet, hát én még az elején tartunk, de lehet. Aha. Lehogy, hát ebből vidáman azért nagyon, nagyon sokan érdekelnek. Oké, kivel szeretné játszani? Veled, Barázs. De nem. Egy heads up. Jó, egy jó heads up-ot nyomjunk. Figyelj, én egy heads up-ra egy hármas páramat simán all-in mondok. Egyébként más is. Hát még jó is, persze. Hát igen. Szerintem menjünk ki. Egy kicsit erről beszélj már pókerről a játék alatt, azt se baj, elvesztem meg. Annyira nem játszom már, hogy legalább így visszajönnek a régi. Régi emléket. Oké, Jani? Hogy? Jamá? Jamá, bevontatok újra? A Jani az nem egy lap? Oké, 3-2-1, fire. Na, itt vagy, Csaba? Itt vagyok. Fáradt vagy így az este után egy kicsit? Kicsit. Kicsit fáradt vagy, mi? Jó, hallod. Mennyit játszol ilyenkor, hány órát? Hú, mikor is kezdtem? Körülbelül tegnap este 8 körül kezdtem, és idáig. Mikor? 8 körül. Ja, 8 körül. És egészen idáig, te jó Isten. Aha. Az elég sok. Fáradtó eléggé. Na, de mondj összeget, hogy mennyivel zártál tegnap este, csak hogy így tudjuk. Körülbelül 100 dollár. 100 dollár plusz. Hát az mennyi? 30 ezer forint? 25 ezer forint? A körül. Ez egészen jó. És mióta csinálod? Mit mondtál? Fú, kávé 3 éve játszok, de komolyabban 1 fél éve. És volt rendes munkád előtte, vagy van rendes munkád? Persze. A hangomból éltem, és a halált árultam. A hangodból éltél, és a halált árultad? Pontosan. Szerinted mi lehet? Na. Ez még egy találós kérdés így a végére? Aha. Mi ez? Nem tudom. A hangomból éltem, és a halált árultam. Ez micsoda? Balesetbiztosításokat értékesítettem. Oh! Hú, ez valami lehet. Oh, de kemény. Mit csinálsz? A hangomból élek. És a halált árulom. Pontosan. Ja, viszont ügyesen játszottál, ahhoz képest, hogy fáradt vagy. Ugye? Jó, megadható. Nem pörgött. Nagyon meg is voltunk. Meg, letelt az 1 perc, igen. Úgyhogy megvan az állás. Gratulálunk neked! Köszönöm szépen!
Egy jó kis heads-up. Heads-up volt, ez régen játszottam már. Hát Csaba, köszi. Ezt is. Jó szériád van. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello, hello. Hát egy rezignált profi volt. Ja, ennyi. Gyerekek, jött egy igazi online játékos, aki nagy közösségben keveset kommunikál, kicsit zárkozott, kicsit gátlásos, viszont amikor leül a gép elé, ott kinyílik. És, oda csap, mi? És oda csap. Így van. Biztos van egy ilyen bombasztikus nicknémje. Azt tényleg meg se kérdezi, az összesnek van. Persze, nekem is volt. Mindenkinek van. Mindenkinek van. Az mi, mi volt a tényleg? Én beírtam a sajátomat, és senki nem hitt el, mert én ezzel szórakoztam mindig. Ugye nem te vagy? De biztos, de most miért szórakozol, ha ezt a Balázs tudná? Állandóan ezben. Ezzel tereltem el a figyelmet, amikor mindig kérdeztek, mert közben meg gyorsan lehetett játszani. 2 perc, ha pontosan 7 óra van, egy friss infónk a budai alsórakpartról. Egy munkagéppel tökölnek az Erzsébet hídnál, és felváltva engedik csak a forgalmat. Ezért van hatalmas dugó. A budai alsórakparton, tehát az Erzsébet hídnál van a dugó, és Balatonfüred belterületén rendőrségi ellenőrzés van, ez pedig Axel írta nekünk. Mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk frissen, fiatalosan, üdén. Ennyi hazugságot. Melyik sem igaz? Nő az orrom. Azt, hogy itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Növekszik az orrom. Gyorsan egy-két közlekedési hír, ami a legfontosabb, hogy a budai alsórakpartot kérdezitek sokan, mi a baj. Egy munkagéppel tökölnek az Erzsébet hídnál, írta nekünk ezt hagy hallgató. Felváltva engedik a forgalmat, a budai alsórakparton nagyon nagy dugó van. Balatonfüred belterületén rendőrségi ellenőrzés, írja Axel, és áll a Hungária a Vidám Parktól az Árpád híd felé. Mesi küldte neki. Mendén torlódás van csatornázás miatt, rendőri irányítás segíti a forgalmat, és Budafoki út Karinti-Frigyes úthoz közeli részén félpályás útlezárás van ma. Jelzőrös forgalom irányítás az esetleges kellemetlenségért előre is elnézést mindenkitől, írja a jelző. Ez jó, ezt szeretem. Igen, káosz a budai alsó rakparton. Igen, ez az oka, ha valaki már túlhaladt azon, akkor már sokkal jobb. 20 perc állok a Budakeszi úton, a dugóban nincs ülőhely a buszon, a mellettem álló lány végighányta az utat. És gazdasági matekkal kezdek 8-kor. Szerintetek? Kérdezi Viki. Szerintünk is. Ha neked ilyen rossz, akkor képzeld el annak a lánynak, aki ugyanazon a tömött buszon áll, ugyanúgy nem tud leszállni, de még hányt is. Nem? Hát, tehát, hogy mindig azt nézzük, hogy más rokája nem olyan jó. De mindig azt nézzük, hogy ha téged lehány, az csak neked rossz. Viszont ha te hány 100 ember előtt, akkor az még sokkal rosszabb, mert 100 ember előtt szégyenülsz meg egy kicsit. Úgyhogy gondolj arra, hogy lehány téged, de gondolj arra, hogy neki még rosszabb. Hát most próbálom, hogy lehet ehhez jól hozzáállni. Nem tudok hozzászólni, nincs tapasztalatom a témában, de érdeklődéssel hallgatlak benneteket. Nem, együttérzően kell, hát nyilván neked rossz, persze, de hogy közben képzeld el, hogy neki mennyire kellemetlen, és nem tudsz leszállni, és ott állsz, és rosszul vagy, hát szörnyű, és mindenki oda néz, és fintorog, akkor szegény. Részeg, nézd meg. És nem, te igen, és az előítéletek, hogy igen, és szerintem, hogy 3 emberen kívül senki nem kérdezte meg, hogy figyelj, baj van, se tudok segíteni, nem? Az ilyen veszélyes szituációkat úgy lehet leredukálni, hogy, de majd én is szólok, hogy neked megbordik a nyelvet. Az egyes székekkel lehet. Az mi? Mi az egyes ja, szék? Na, elmagyarázom. Képzeld el, hogy a tömegközlekedésnek vannak olyan variánsai, például egy villamoson, amikor van több szék egymás mellett, meg van, amikor egy szék van, csak. Az de mit tudunk ezzel megoldani? Az egyes szék, hát hogyha odaülsz, akkor viszonylag kevés az esély annak, hogy odaül melléd valaki, aki át éppen akkor jön haza egy házi buliból, születésnapból, névnapból, picit be van karmolva, picit elrontotta a gyomrát, vagy kicsit. Hát igen, csak azt mondja, hogy nincs ülőhelyen a buszon. Tehát, hogy az egy tömött busz valószínű, itt a Budakeszi úton. Időben kell felszállni, ugye? Most ez jön. Például. Igen. Ásóka vagyok, a körömgomba. Regisztráltam, indulhatok az autóért? Kérdezi András. Indulhatsz. Igen. Sajnos holnap nem tudom hallgatni a műsort, 4 éves fiammal általános hallásvizsgálatra megyek. Szeretnék sok sikert kívánni nektek, és remélem, hogy hétfőn a Best of-ban meghallgathatom majd a legjobb pillanatokat. Puszi, nektek szuperek vagytok, egy szomorú hallgatótok. Sziasztok, a számítógépen bekapcsolt magától. Ennyire nem kell durvulni, Balázs, hiszek a csíkjaiban, de többet ilyet ne csinálj, írja Attila. Sveháton dolgozom, és most megnéztem az eget. Hát, ha itt lennél, sokkot kapnál, hogy milyen az ég. Sajnos nem tudlak benneteket hallgatni, mert nem fogja a rádiónk a vételt. Írja nekünk egy hallgató. Regisztráció tegnap megtörtént, mind a 6 gyermekem szurkol nekem, üdv Béla papa az Ivekós. Hát gratulálunk elsőként a 6 gyerekhez. Ad mindenféleképpen. Egyébként igen, az nagyon kemény. Na, ha már a regisztrációról beszélünk, ugye holnap
történik maga az ásás, amikor is lemegyünk a föld alá, ott még nem voltunk, és kiássák a mi hallgatóink, a mi drága nyerteseink, vagy már majdnem nyerteseink, de mondhatjuk, hogy nyertesek, mert mindenki talál majd valamit, játékban vesz részt, jól érzi magát, tehát a nyertesek, kiássák majd a stúdiót. És el lehet jönni oda a helyszínre, és ott meg tudjátok majd nézni, hogy hogy történik ez a dolog, tudtok nekik drukkolni, fellépők lesznek, bénekel a kasza, a Tóth Gabi, nagyon jó hangulatú jambori lesz ott egyébként, nem? A Ferdinánd híd lábánál a West End külső parkolójában. Hát nektek odafönn, nekünk lenn, nem tudom mekkora jambori lesz, de 9 után már reméljük, mi is látjuk a kaszát. Igen, 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 de mi látjuk lent, hogy ti ott vagytok, látunk mindent, ahogy ásnak, látjuk a fellépőket folyamatos kapcsolattal és közvetítéssel. Ahogy ugye mi lent leszünk a föld alatt, látjuk, hogy mi történik a helyszínen. Jó, mondjuk én inkább hallgatom, mint nézem a TV-t. Ezt eddig is tudtuk, de azt mondtad, hogy hét után jön valami olyan információ, amit még nem. Amit még nem mondtunk, és amit még nem tudnak a mi hallgatóink, hogy szeretnénk még egy kicsit izgalmasabbá tenni a holnapi napot. Még egy kicsit izgalmasabbá tenni a holnapi napot, és esélyt adni azoknak, akik mindez idáig valamilyen okból kifolyólag nem tudtak elmenni, regisztrálni, de holnap mondjuk oda tudnak jönni. A helyszínre. Ott ugye lehet találni majd mindenféle kincseket, meg ki lehet ásni az autót, és arra gondoltunk, hogy mivel ekkora az érdeklődés, és ennyien akarnak kijönni a helyszínre, és mindenki ott akar lenni az ásásnál, egy darab szerencsés holnap a tömegből kiválasztva még autótulajdonos lehet. Hoppácska. Az nagyon jó. Tehát ott a helyszínen, aki oda jön, már nem regisztrált, vagy kell hozzá regisztrálni? Nem kell regisztrálni. Holnap még a tömegből egy embernek esélyt adunk, hogy autótulajdonos legyen. Beemeljük, és ő is áshat. Viszont azért, hogy mi ki tudjunk jönni, ezért limitált az oda megérkező embermennyiség, mert ha túl sokan vagytok, ott tényleg beszakad a föld. Aha. Tehát... Csak az első 1000-et lehet. Csak az első 1000 plusz-minusz 100. Tehát azt mondták, hogy 1000 plusz 100 az még jó, tehát nagyjából megszámolják, de az első 1000 ember tud majd odajönni holnap a helyszínre, akik közül még egyet kiválasztunk, az majd csak holnap dől el, hogy egyébként véletlenszerűen valakit kiválasztunk majd, aki tud jönni ásni. Tehát ha holnap oda tudtok jönni, még holnap is van esély arra, hogy valaki autótulajdonos legyen, és megnyeri a Chevyt. Király. Valaki vagy nyerjen egy Chevyt. Vagy 50 ezeres utalványok egyikét, tehát ha most azt gondolod, így van, hogy nem vagyok a 10-be, kiásom ezeket, azt mégsem lesz kocsim, akkor is van már egy nagy ajándékod. De hát a Chevy az meg a Trax az nagyon komoly, kemény. Úgyhogy holnap is tényleg jó odajönni. 8-kor lép a kasza a színpadra, 9-kor a Tóth Gabi közbe ásnak, 5:30-6-ig megy a munkavédelmi oktatás, sisakot, ruhát, kesztyűt adunk. Ez kötelező, mindenképpen túl kell rajta esni, és nem szakjátok meg. Igen. A játékosok zárt cipőbe jöjjenek, ez is nagyon fontos. Jó? És hát 6 és 9 óra között zajlik majd maga az ásás. Kamerák segítségével mi látjuk őket, és közben pedig megtaláltok a kis ládákat, a kis ajándékokat, aztán pedig ugye találtok ládákat, amiben benne vannak a kulcsok, az álkulcsok és az igazi, elindul a ládacsere, 9 óra után pedig valaki kezébe ott lesz az a kulcs, ami nyitja a Chevyt. Addigra remélhetőleg már mi is fönn vagyunk. Nagyon örülnék neki. Jó, úgyhogy ma még regisztrálni, menni a Chevy kereskedésekbe, holnap pedig eljönni a helyszínre, ha van kedvetek, és ott még a véletlenre bízva tényleg reménykedni abban, hogy valakit kiásunk. Vagy valakit kiválasztunk. Hát ha már valakit ki kell ásni, az már nem jó. Igen, akkor már azt valami betemette. Hogyha valaki esetleg tömegközlekedéssel jön, és metróval, és kék metróval, és esetleg nem nagyon tudja, hogy hol kell leszállni, Lehel téri megálló, vagy a Dózsa-György úti megállónál kell leszállni. A Dózsa-György úti picit többet kell gyalogolni, ezért célszerűbb a Lehel térnél leszállni. Illetve meg a nyugati pályaudvarnál. A nyugati is közel van. Úgyhogy nagyon közel van. Illetve le lehet még szállni az Asztoriánál is, de ott meg melyik többet kell? Igen, ezt akarom, hogy a Gyöngyös utcától meg nagyon sokat kell. Nagyon sokat kell. Igen. Ha a kasza helyett kapát vagy ásót vinnétek, gyorsabban kiásnának titeket, írja. Így nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. Szerszám lesz? Milyen szerszám? Hát a ásó, gondoltam. Hogy nem? Sisakot, ruhát, kesztyűt adunk, ebben még nincs benne, hogy ásót is adunk, de szerintem igen. Aha, lesz ásó. Igen, számozott munkaruhában lesznek majd a játékosok, és zárcipőben nekiállnak ásni. Hármaska, ne arra! Nap ott vagyunk, ne arra! Mit csinálsz? El sem tudom képzelni, hogy néz ki egy ilyen, de tényleg, hogy oda lemegyünk, ott ülünk, egy ásó. Hihetetlen, sose láttam még munkavédelmi ruhán. Nem, hogy oda beülünk, ott leszünk, betemetve.
és kezdődik a fejünk fölött, ott matatnak, halljuk a hangokat, minden kicsit olyan tompa. Egyre nehezebben veszük a levegőt. Igen, fogy a levegő, bepánikolunk. De ezt tudjuk például, hogy honnan jön a levegő? Mert egy beásott konténerben van levegő, de csak egy darabig. Hát nem tudom, de én láttam már a táblákat, hogy legyártottak, hogy a Feri ásítás áthúzva tábla. Az már kikerült. Ásítás mentes övezet. Mi meghalunk. Nem tudom, hát ezt majd Gyula elmondja 8 után. Hát reméljük, hogy erre is gondolt. Ő mindenre gondol általában. Mindenre gondol, csak nem mindent valósít meg. Hát reméljük, ezt a részét megvalósítja. Ő minden, minden. Ő úgy nem enged le minket, hogy ne vigyázna ránk. Ezt én tudom. Tehát, hogy biztos, hogy benne, hogy lement, befeküdt, beköltözött, ott lakik egy hete, levegőz, elszívta a levegőt, benyomta a pótlevegőt, lepróbálta a vészhelyzetet, beomlasztotta a stúdió tetejét, megnézte, hogy hány perc alatt tudja magát kiásni. Imitált egy vakon támadást. Tehát ő szerintem egy hete ott lakik, ott él, és nézi, hallgatja, számolja a lehulló földarabokat, hogy mennyi, illetve hát ő tartja majd fejben, hogy hogy állnak az ások, vagyis ő nézi a kinti részt, ugye, hogy hát mennyit ástak ki, mikor kell nekünk egy kicsit közbelépni. Ő lesz fent majd a kancsukával, ő fogja majd forgatni a korbácsot. Milyen időt mondanak holnapra, Lac, tudjuk? Hogy? Holnapra hűvösebb? Vagy úgy. Hát ha hideg van, az nem baj, csak ne essen. Az eső nem jó? Hát nem. Szerinted annyira. Összeáll a föld. Hát de mindig ragad az ásóra. Sárdagonya. Hát de mindig úgy ásol, hogy ha az vizes esett. Földet könnyebb, nem? Na, hát ne, nem vagyok én. Nem. Sűrűben kell takarítani. Ha nagyon ki van száradva, igen, ha nagyon kiszáradt a föld, akkor nehéz, de szerintem vízeset meg még rosszabb. Uh-huh. Na mindegy. Oké. Okay. De ez az, igen, ülünk kényelmesen, el vagyunk. Aztán, és tulajdonképpen eshet is, mi bent vagyunk. Ne, azt azért. Kérem az ások névsorát, hát ha meg tudom vesztegetni őket, hogy lent maradjatok. Egy hallgató. Én nagyon szerettem volna az autóra regisztrálni, részt venni játékban, de a párom egy Chevy szalomban dolgozik, és sajnos kizárók. Nem lehetnék legalább a nap hallgatója. Köszi, Andi. Hát egy gyors válás. Ennyi. Holnap, ma még elválsz, holnap jöhetsz. Még lehet, hogy ki is választunk. Igen. 100 kilométeren belül nincs semmi kereskedés, nem tudok regisztrálni, sok sikert az ásoknak, írja Jani, ez nagyon korrekt, nem? Uh-huh. Hogy ő nem tudott, vagy nem sikerült, de még holnap el tudsz jönni a helyszíre. El is látható, hogy a szerencsés, nem kell regisztrálni a holnapi naphoz. Nagyon sokan annyira komolyan vették amúgy ezt a játékot, hogy beültek szépen az autóba, aztán elmentek akár hosszabb távolságokra is azért, hogy mondjuk közeli városban regisztráljanak. Tehát azért ezek az emberek azok közül kerültek ki, akik felmentek a honlapra, a Chevrolet-nak a honlapjára, és megnézték ezt a gyönyörű autót. Gyerekek, hát holnap 16 fok, 5 fok este. Pont elég. 5 fok. És ilyen felhős, napos, de nem mutat esőt. Akkor örülünk, az aha, jó? Azért, uh-huh. Az jó. Igen? Távolabbi kilátások. Az jó. Azzal nincs meg. Hozol valami szerszámot, Jani, hogy ki tudjunk törni? Jó a kérdés. Csak a oldalfegyverem. De egyébként jó a kérdés. Nálad mindig van ilyen kis bicska, van egy mobilásod, biztos vagyok benne. Egy összecsukható gyalogsági ásó, az azért legyen nálad. Hát én vészhelyzetben csak a saját bőröm mentem fel. De jó, mentsed a tiédet, de majd valahogy utánad kihúzni. De kivágom a pénztárcádból a bankkártyára. Jó. Melyik az a film, ahol eltemetik a csajt? A Kill Bill? Amikor betemetik a földbe, igen. És elkezdi ütni a koporsót? És aztán kijön egy kéz? Na az. Szerintem erre kell már elaludnatok. Aha. Tehát legyen egy ilyen élveelásos. Figyelj, beomlani nem fog, de ha zomlik, onnan nem jössz ki, nem? Hát az egész biztos. Maga a súly nyom össze. Na, vidám témák, fél. Meg nem csak kérdezem, nem percen, lesz ilyen, nem ez elképzelhetetlen, csak kérdezem, hogy azért az ott több köbméter, hát az több ezer kiló, az ott azonnal összenyom, és nem? A beomló földet, ezt nem tudod megállítani. Tehát az folyik, szépen maga alá temet. És aztán egy ilyen lassú, nagyon kegyetlen és szörnyű halált halsz. Jaj. Az én fejem akkor már kint lesz, majd nézek. Tényleg, Feri nem tudja betemetni a föld. Én szívom meg megint. Igen, a Feri csak nyújtózkodik egyet, te már azt látod, hogy én mászom föl a vállára. Értem.
Pali, Pali, nyújj le értem, de már addigra török fölfelé. Érsz meg, gyerekem, Pali. Nem kell. Ott, ahol a felé végig vége a cigaret, azik én már a hágóval csatalom föl. Csak ez szépen így emelkedünk majd így, vagy ők jönnek, közelednek hozzánk, és így jelenik meg az autó, meg a konténer stúdió, vagy ez csak ők meglátják az autót, és azt, hogy gyere Béla, itt van valami paf, és bele a Chevy tetejébe. Nézd már, kicses látok van. Nézd, találtam valamit. Azon végighúzza az autó tetejét? Vagy majd jelzünk, vagy megszólal a duda, ha ők már mondjuk autó közelben vannak? Hát figyelj, ha a konténer tetejét ásóval átütő, vagy csákánnyal, akkor oda nagyon nagy erő kell. Ja igen, most csak magunkat képzeltem a konténerben, hogy az autó is bent lesz a konténerben, igen. Tényleg. Átüti, majd benéz, és akkor azt, hogy te a Balázsikat nem láttam, viszont most ment el a metró. Figyelj, ha azzal segítenek egy kicsit, már nem tudom, arra megy a 4-es metró, nem, de ezzel egy kicsit segítenek, az jó. Igen. Balázs utolsó mondata, ő ugye nem enged le úgy minket, hogy ne vigyázna ránk. Igen, igen. Sírású vagyok velem, jól járnátok. Hát gyere el holnap. Gyere el holnap, állj oda. Mondd, hogy sírású vagy. Rutin. Az évek és a szakma szeretete az lehet, hogy rajtunk is segít. Írta valamelyik nap egy hallgató, az nagyon jó, hogy ez lesz a szociális temetés főpróbája. Egyébként nem így van, ugye a szociális temetés arról szól, bármennyire is rémisztő a dolog, hogy ezt majd most kell nekünk kiásni, segíteni, leengedni, betemetni, ugye ez a szociális temetés, dermesztő, az egész teljesen dermesztő. Igen, csak szerintem. Itt nem el, hanem kihantolni kell. Igen, és ugye hát itt nem a szociális temetésnél, és ugye már segítesz kiásni magát a gödröt, majd beleteszed a szeretetet, leengeded, betemeted. Döbbenet, hogy ezt hogy gondolják, és hogy ez egy főpróba. Szociális exhumálás. Igen, tehát ez egy ilyen nagy kollektív főpróba lesz. Jó, a lényeg tehát az, hogy ma még lehet menni regisztrálni. Menjen mindenki, adjatok még egy esélyt este, ameddig itt vannak a kereskedések, utána ma még egy munkatársunk felhívja a nyertest, és ő is jöhet holnap Pestre ásni, jó? Ki mit vacsizik? Csak szolidan? Csak a bab. Csak egy kis rukkola, egy kis petrezselyem. Csak, igen? De már. Egyéb már valami szolidan. Te is valami. Hát nekem otthon van a pálposzta. Úgy ne. Betöt-háromat betolok. Nem lehetne, hogy egy kis háztartási kekszel diétázatok némi főtrépával, sok folyadékkal, tehát hogy kell ez a turbosítás estére? Tehát mi van, hat után most nem eztek kivételesen semmi? Olyan nincs. Hát éhes leszek reggelre. Nem ülitek körbe a bográcsot a nagyszobába, Feri? Már parketta nincsen, most már gázbevezetettük a negyedikre, hogy tudjuk mivel fűteni. Most, hogy eltüzeltétek már a szalagparkettát, Pacal lesz babbal. De miért nem pacal velővel? Mert azt már megettük korábban, mert a babtól van egy, tudod. Atya Isten. Jani, a pápusztaival, vagy egy kis hamistoros káposztával, azt is. Azt is nagyon kedves. Kicsit felfúj mondjuk a káposzta, de nem mindegy, nem érdekes, vállalom. Igen, tehát ilyennel készültek? Aha. Legyen ez egy ilyen verseny? Hogy ki tud aljasabb lenni holnap 6 és 9 óra között a másik kettővel? Beszállok. Jó, de azt ígérd meg, hogy mindig Ferire nézünk. Feri. Mindig rám szoktatok, mi ebben az újdonság? Feri. Na megint. Élve eltemetve, igen, én láttam ezt a filmet. Fú, gyerekek, ha ez az nagyon kemény. Egy amerikai hadifogoly Afganisztánban vagy Irakban van. Aha. És úgy kezdődik a film, hogy bent van a föld alatt. És van a telefonjában még kicsi energia, és fölhívja az amerikai támaszpontot, hogy őt betemették a föld alá, mentsék ki. És elindul a kereső akció, és ő közben bent van végig a föld alatt. És fogy az idő, merül a telefon, fogy az oxigén. Mentőakció szerveződik, közben a Pali a föld alatt, a film 90%-a föld alatt játszódik, brutális. Ugye az irakiak előszeretettel csinálják ezt, hogy eltemetnek amerikaiakat még élve. És elindul a mentőakció, és bent van. Klausztrofóbiás leszel a film végére, nem bírod már végignézni. A 80% úgy, hogy ott fekszik az ember, és van egy pici telefonja. Még a családjának tud hagyni egy üzenetet, és utána mondja, és van egy kapcsolattartó, aki tartja vele a kapcsolatot, és mondja, hogy tartsok ki, jövünk, elindultunk, próbálja belőni a helyet, hogy hol van, mit hall, hangokat hall közben, milyen hangok, családi ház, ilyen ház, olyan ház, piacot hall, és próbálják az amerikaiak megtalálni. Most el tudnám sütni a végét, nagyon durva a vége, nagyon durva, csak nem akarom. Hát, ha valaki megnézi. Azt néznek fel. Ma este? Jó, mindenféleképpen. Majd adáson kívül elmondom, hogy mi a vége. Nem láttad, Jani? Nem. Ezt te imádnád, ezt nézd meg. Megnézem. Bent fekszik, úgy indul. Halló. És látod, hogy sötétben kis lámpa, öngyújtó, aztán elfogy az öngyújtó, merül a telefon, és akkor utána. Ezért akarom mondani nektek, hogy mindenképpen töltsétek fel a telefonatokat, mert az enyém hetekig bírja, de a tietek, hát ugye köztudomás, hogy nem. Nem haragszol, az enyémben mozgásérzékelős csip van, hogy ne töltsél az e-maileket.
Jó, legalább egy elemlámpát meg egy bicskát hozzá már, az engem meglepett. Valami legyen már nálad holnap. Hát elemlámpa funkció az van ugye az okostalóinkon, mind a hárman. Hát majd eljött, de már látom egyiket, ott szórakozunk, majd az első két percet jelszorakozunk, és minden a telefon. Kicsit ilyen Blair Witch Project lesz, az elején nagyon vidában megyünk, a végén meg csak egy ilyen eldőlő kamera, még egy kis lihegés és vége. Bicska mindig van nálam, hát a szóváltásba keveredek. Igen, ott lenn mondjuk, lenn nem leszünk sokan, tehát ott csak egymásra tudunk haragudni. Jó, de figyelj, az ízkedvéért azért bebrummogjuk az autót, nem? Ha már ott vagyunk, nem? Megint megyek vele 10 méter. Az jó, mert ott egyébként utána csendesen szépen elszúnyokálunk, tehát azért egy ilyen kis szénmonoxid jelzőt azt tudjunk. Na jó, Feri, remélem nem bagóztál az autómban, kérdezi Zsolt. Soha nem bagózik. Tényleg még mindig téma. Nem azért, mert ő meg akarja nyerni. És, és végig nyálasztam az összes alkatrészt. Én többször utaztam már a Ferenccel együtt autón, soha nem dohányzott, és nem dohányzik. Ő megtalálja azért a módját annak, hogy kultúráltan dohányozzon. Más autójában pedig gőzsen nem. Mi lesz nikotin tapasz? Erről beszéltünk. Dobják föl párat reggel, hozzak? Rágjál el 2-3. De 50 perc nem dohányzó a konténer, 10 perc dohányzott. Kész! Beosztottuk. És még így is ti jártatok jobban. Ellopjuk tőle, nem? Reggel vegyük már tőle. Jó, de mókás lesz, srácok. Milyen aranyos lesz. 9 órakor már vakarózik, tudod, viszket, ideges, kiabál. Rángatózik. Nyáladzik. Olyankor mindig ütök, hogy nem dohányozhatok. Igen, mi van, Feri? Miért vagy ennyire ideges? Na jó, oké. Tehát ma még regisztrálni, holnap pedig tessék jönni a helyszíre, mert még onnan is választunk valakit, 1000 ember, tehát érdemes odajönni, csak 1000 ember jöhet, hogy ne szakadjon ránk az a több köbméter föld. És az 1000 emberből még holnap is valaki megnyerheti az autót, akit ott választunk a helyszínen. Jó, tessék jönni nyugodtan. 8:04 jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan 2 perccel, jó reggelt mindenkinek. Budapesten a Garai utca jól járható, a gyalogos forgalom erős, szürke az idő, 16 fok van, anyám szerint a gumicsizmába beizzad a láb. Erik! Csumi Erik! Köszönjük szépen. Az M3-as bevezető teljesen beállt, az Árpád híd felé végigáll a sor, ezt András üzente, valamint igen, a Szerencs utca utántól torlódik nem kicsit, gyanítom a körúton csinálnak valamit az Árpád híd felé, hát ezt te pont mondtad, hogy ott. És kiderült, hogy oda is igen. Vissza is, tehát mind a két irányban van egy kétszer-két sávos lezárás, tehát a 3-3 sávból egy-egy járható. Igen. Tehát aki most próbál bejutni a városba az M3-ason, a Szerencs utca után már az egészen készüljön arra, hogy a Kacsó-Pongrác felüljáróig, sőt ugye hát a Hungárián is, vagy a Robert Károlyon is ekkora dugó van. Úgyhogy az biztos, hogy nem egyszerű. Balázs, lop csak el Feri cigijét, aztán majd egy balcsapot után engedélyt kell kérni az ásoknak az exhumálásokhoz. Így valaki? Nem vagyok én. Ne, Feri nem verekszik sokat, éppen ezért önveszélyes boxoló. Tehát lehet, hogy saját magát is kinyír. Az az igazság, hogy régóta szeretnék veletek játszani, írtam is, de sajnos nem sikerült eddig. Kicsit nyugos vagyok, dolgozni nincs kedvem, de sajnos hív a kötelesség, viszont előtte Oven bácsiakkal szeretnék párbajozni. Puszilag titeket, Dóri. Te kultúrált, ezt Anna, szeretem. Ha még nincs meg a játékos, akkor lehet, hogy Dóri örülne neki, nem? Hogyha felhívjuk esetleg. A 9 óra után chemtrail, jó? A nagy összeesküvések, elméletek. Azt hittem, hogy már volt. De tegnap volt. Szemetek. Halálba foglak titeket idegesíteni 9 óra után, meg még jó néhány embert, aki talán nem annyira hisz ebben. De remélem, hogy lesznek néhányan, akik azért szeretettel hallgatják majd meg ezt a kis néhány soros eszmefuttatást. Lézeres profpálca. Minden van, gyerekek, kivetítő, projektor, minden. És ami fontos, amit nem győzünk hangsúlyozni, hogy holnap még valaki megnyerheti az autót, ha odajön a helyszíre. 1000 ember jöhet, vagyis 1000 ember tudunk beengedni, és még a helyszíről is választunk egy játékost. Még ma is lehet sevi kereskedésekbe regisztrálni, és még holnap is hát, adunk valakinek kedvetek, lehetőség. Lesz kedvetek a Camp Trail után, mert érted, most elárulod a nagy titkokat, kiderül, hogy vége a világnak, hát akkor már minek ássak? Már hová ássak holnap? Mi? Hová ássak holnap? Minek legyen neked autód? Amikor már úgyis permeteznek minket mindenféle szépséges dologgal. Na jó van, megnézzük, hogy ki a mai reggeli játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Hello Dori, jó reggel! Sziasztok! Hello! Elkeseredett volt ez az SMS, amit írtál, hogy semmi nem sikerül, nyugos is vagy, dolgoznod is kell, kedved sincs. És még beteg is vagyok. Beteg is vagy. Igen. És régóta szeretnél is játszani, de eddig nem sikerült, de látod?
Igen, látom, de kicsit még izgulok, úgyhogy bocsánat, hogy egy kicsit furán beszélek. Nem baj. De már jó. Jobb a kedved? Igen, hogy ne tudjátok meg, hogy mit, hogy örültem. De tudjuk meg. Jó, akkor nagyon örültem. Hol voltál helyileg, vagy hol vagy helyileg? Dolgozom. És ez hol van? Győrben. Győrben. Uh-huh. Egy cég, igen, igen. Egy cégnél. Voltál regisztrálni? Megadtad az esélyt, hogy legyen egy szép sevib? Nem, sajnos nem voltam. Na hát, na látod? Megint. Na jó. Hát ez a baj. Elküldtél valakit a családból? Nem, nem. Tipikus magyar mentalitás. Én nem? Úgysem nyerhetek, gondolta Dóri. Úgyse én elengedted ezt a dolgot. Úgy sincs esélyem. Úgyse fogom megnyerni az autót. Van autó a családban? Igen. Van autó? Igen, szüleimnek van. Szerencsére. Ja, tehát neked nincs. Nekem nincs. Jogosítványom sincs. Aha, az úgy, az úgy akkor azért lehet, hogy érthető. De milyen szép karácsony ajándék lett volna valakinek. Igen, jó meglepetés lett hát volna. Majd legközelebb jelentkezni fogom én is, ígérem. Nagyon helyes, nagyon helyes. Jó. Oké, na mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beru néni, jó? Jó, rendben. Ők nem ásnak. Biztosra menni. Igen, ők nem viccelnek. Ha már ezt halljuk holnap a fejünk fölött, akkor vagy nagy baj van, mert nagyon kell sietni, hogy leérjenek, vagy késésben vannak, nem? Én is hallom sajnos, hogy mit csinálnak. Ilyen hangokat fogunk holnap hallani. És azt, hogy tartsatok ki! Tartsatok mindjárt! Sajnos Ferit elvesztettünk, mert titeket még talán. Maradj velük, maradj velük! Jaj, de szép lesz. Úristen, ez Jani feje volt! Milyen erős a komponyája! Hármat csaptam rá, mire beszakad! Hogy mérje a kicsi oda néz, milyen szívós? A kis ujja még ég! Jaj, gyerekek! El a családnak. Hát nem mondom, hogy nyugodt vagyok, amikor erre a több köbméter földre gondolok. Na, figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Jó, jó. Na-na-na-na-na. Ajjaj. Jaj, Istenem. Lehetne még egyszer? Hogyne. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Ó. Na-na-na. Valami hard day, itt a munkatársa. Hoppá. Na, hoppá. Na-na-na-na-na. Jó, jó. I wanna have it. Jó! A legnagyobb kabu angol. I wanna have it tonight. Beatles. De egy nehéz nap éjszakája. Ó, a film is milyen jó. A film is nagyon jó, színházban is nagyon jó volt. Még a Mikó játszotta a főszerepet egyébként. Nagyon-nagyon jó volt színházban is látni. Oké. Megadjuk? Megadjuk. Jaj, de már. Jaj, köszönöm szépen. De már ne adjuk meg? De, csak ne. Azt mondja, jaj, de már. Szórakozzatok. Megadjuk, hogy egy kicsit jobb kedved legyen. Jó? Dóri. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Jaj, nagyon örülök, hogy beszéltem veletek. Köszönöm. Puszi, Dóri, csáó, szia, szia. Puszi, sziasztok. Szia. Na. Tényleg, hát most megint adtunk, gyerekek. Megint adtunk. Csak adom, és nem készülhetünk. Kentrail is jelen. Ez a dolgunk, ezért vagyunk, ezért csináljuk. Csak mondom, hogy ilyen SMS-ek jönnek, jó? Aha. Balázs, én tegnap óta a Kentrailre várok. 9-kor ülök kocsiban, remélem nem beszélsz Lóra hamarabb, ide Kinga. Egy szót nem mond. Hála Istennek. Mennyire vagy izgatott? A pulzusszámod milyen? 60-as vagy 58-as? Nagyon. Vagy 55. Ti szkeptikusok, hát jó éjszakát kívánok. Hozok neked egy rántott, tehát 9-re Jani, hogy... Itt vagytok és végighallgatjátok, hát, nem mentek el, kérdeztek. Nincs olyan szerencsénk, mint Kingának, akinek a kocsijában nincsen rádió. Szemetek. 6 perc múlva pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra múlva 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Hello. Holnap a nagy pillanat, Morning Show a föld alól, ugye elásnak bennünket az autóval együtt, a Chevyvel együtt, és szerencsés hallgatók megtalálhatják. Most már itt mindenki stábon belül, rádión belül az ásásról, meg a technikai részletekről beszélget, találgat különböző dolgokat. Ugye a lényeg, hogy holnap minket elásnak az autóval együtt, ma még lehet menni Chevy kereskedésekben regisztrálni. Az utolsó nap, hogy valaki megpróbálja megnyerni az autót, beregisztrálni, és még este, miután bezártak a Chevy kereskedések, valakit visszahívunk, ugye értelemszerűen nem adásban, hanem majd este, és ő is ott lehet holnap. Áshat. Sőt, mi több, kitaláltuk, hogy mivel óriási az érdeklődés, és nagyon sokan nem tudtak elmenni, nagyon sokan egyszerűen nem tudták megoldani, hogy beregisztráljanak, ezért kapnak ők is még egy lehetőséget. Holnap, aki oda tud jönni, és leginkább az első 1000 fő számít, ez nagyon fontos, többen nem tudtok jönni, mert beszakadunk, tehát ez egy ilyen biztonsági előírás, az első 1000 fő közül még kiválasztunk valakit.
aki szintén jöhet az ások közé, megkapja a munkavédelmi előadást, ruhákat, cipőt. És úgy lesz a kiválasztás, hogy Jani kijön és hátrafelé eldob egy ásót, akit eltalál, gyerekek. Én azt gondolom, hogy csákát fogok. Aki még jobb. Aki leveszi koponyával, az jöhet ásni. Foggal elkapja, ez is jó. Úgyhogy ez lesz. Tessék odajönni az első 1000 ember közül még holnap is. Választunk, Kassa Tibi fellép, Tóth Gabi fellép, egy ilyen vidám, jó hangulatú kis mulatság lesz holnap. A Westennél, a Ferdinánd híd lábánál, a másik oldalon, a nagy parkolóban leszünk. Ha valaki csak beugrik, megnéz minket, látjuk, rájuk tudunk nézni, hogy mi zajlik a felszínen, úgyhogy jöhettek nyugodtan. A Lehel tér úti oldalon leszünk. Így, így. És ha ez megvolt, akkor nagyon elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi lesz a következő, mert már ugye volt tényleg víz alól, volt a levegőből, volt a föld alól, mehetünk ki a világűrbe. Igen. Azt szeretném. Én ott azt hiszem elbuknék az orvosin. Ezzel a szemmel, viccelsz? Mondnak, hogy te csukott szemmel jössz. Ez mők igaz. De, majd ti bevezettek a kabinba. Azért, mert a világűrbe vagy miért törvényszerű, hogy kinyitsz a szemem, hogy doktor, nem is akartam kinyitni. Lépjünk tovább, te csukott szemmel jössz, hát ez nincs baj. Ugye 6 órakor kezdődik az adás, előtte 17:30-kor már munkavédelmi oktatás, sisak, ruha, kesztyű, ezeket adunk. A játékosoknak zárt cipőbe kell jönni majd ásni, és 9 óráig kell kiásni a stúdiót és az autót, közben ajándékokat találnak, kis ládikókat tele ajándékokkal, 6 darab 50.000 forint értékű ajándékutalvány, Trax családi hétvégi vezetés, 3 darab különböző erekjék. Hihetetlen, hogy miket lehet nyerni. és hát maga az autó, amit ugye meg kell találni. Nagyon helyes, ami partnerünk küldött nekünk ajándékokat. Nagyon cukik. Tudod, hogy nem szívesen rekesztelek ki semmiből, János. Ne haragudj, Jani, bocs. De megszavaztuk, amíg nem voltál, hogy mivel gyermeke 12 éves lassan is lány, és óriási markolókat, meg én nem is tudom, lánctalpas, brutál nagy kedgépeket küldtek nekünk, hogy ezt mi a fiúgyermekeink között elboltolnánk. Nyugodtan, már 8 óra elmúlt, világ, úgyis az iskolában most soha nem tudja meg. Igazából ez egyáltalán nem érdekel. Na jó, de ha megtudja, se lehet annyira dühös, hogy apa, miért nem hoztál haza egy markolót, hát nem? Hát ő most már szereti azért... a markolót? Hát, mivel a Transformers-eket nagyon szereti, ezért mondjuk így, nyilván megpróbálna őket szétszedni, nyilván próbálna belőlük szállítani valamilyen Transformers, ez nyilván nem sikerülne nekik, úgyhogy ne, nyugodtan tartsad. Neked adom az egyiket. Markoló vagy ásógép? Minek örül? Minek örülsz te, mert úgyis te játszol vele, meg én is otthon, nem a gyerek. Boltoljunk utána? Meg kell nézni, nem? Hát én nem láttam, milyenek. Mondjuk meg, vagy illetve láttam, de hogy 4 féle van? Nem, csak 3. Nem, csak 2. Abból az egyiket megkaphatod. Nem van kicsi, nagy, nem tudom ezeket a munkagépeket hogy hívják igazából, de hát gondolom, hogy ilyen homokrakodó, meg homokot is rakod? Kotrógép, meg hát gondolom ilyenek ezek. Aha. Jó, akkor elosztjuk. Egy nagy, meg egy még nagyobb. Egy nagy, meg egy rohadt. Csak arra megyek. Na jó, 8:30 után pedig lesznek még technikai részletek az ásással kapcsolatban. Jó? Nézzük egy-két közlekedési hírt gyorsan. Trafi az új nulláson, a 4-es-5-ös kilométer között Gödöllő után. Üzeni Judit, valamint az M31-esen autóból mérnek a 4-es kilométer környékén Pest felé. Lehet, hogy ugyanaz egyébként. És van egy hallgatónk itt a vonalban. Hello, Bea, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt, fiúk! Markoló vagy homokrakodó? Te melyiket választod? Homokrakodót, köszönöm! Egy jó homokrakodó nélkül haza nem megyünk. Merre vagy, Bea? Hát még most a Monpark felé tartok, de a Szilágyi Erzsébet sornál, amikor eljöttem egy 3-4 perccel ezelőtt, akkor a Szél Kálmán tér felől 2 autó ütközött egymásba, egy Opel meg egy Suzuki. Már a rendőrök kint vannak, már helyszínelnek, de a 3 sávból, ami amúgy is torlódás van ilyenkor, 2 járható, úgy Isten igazából. Ez nem túl biztató, amit mondasz. Hát nem, azt reméljük hamar végeznek, ugye egy sávot így teljesen elfoglalnak az autókkal. Nagyon jó. Hát idézőjelesen. Köszönjük, hogy elmondtad, jó utat neked. Köszönöm szépen. Jössz holnap? Regisztráltál, Bea, vagy jössz? Regisztráltam, aztán majd meglátjuk. Na, tényleg? Melyik? Hol voltál? Pesten? Valahol? Pesten, igen, Pesten. De jó, na, én ezt szeretem. Hát akkor hát, ha reménykedj, hogy még téged hívunk most, adás vége előtt, vagy esetleg este. Jó? Reméljük. Köszi. Rendben van. Én Hello, köszönöm, Bea. Sziasztok. Ciao. Tisztelt Morning Show, Balázs Jani, Feri, tudomásunkra jutott, hogy a terület, melyen a gépkocsi konténer elásását tervezik, régészeti terület. Az itt történő talajmozgatás komoly károkat okozhat, mivel a régészeti társaságokat nem keresték fel az ügyben, így a területen történő mindenféle talajmozgatást megtiltom. Tisztelettel a kellett, hogy közjegyző.
Természetesen, ha én is átsaltok, akkor eltekintek. Eltekintek a felülírtatól. Üdvözlettel. Az irodám ablakából látom a parkolót. Egyelőre csak egy-két munkagép van itt, bár hétfőn már úgy láttam, hogy kiásták a gödröt. Tehát figyelnek minket. Aha, én már úgy tudom, hogy el is ásódott, aminek el kell, nem? Hát most még ma este fogják. Nem akarok erről részleteket tudni. Holnap oda menjek, becsukom a szemem. Valahogy beülök valami gödörbe. És de ott ülök. Ha meg kijöltek, akkor kijövök. Ennyi, nem? Most két ajtó van? Vagy, tehát... persze, nem. Hát ne, nekem várjál. Fotocella, neked örösszőnyeg, neked lesz, neked mozgófolyosó. A konténer egyik felében vagyunk mi, igen. A másik felében van az autó. Ha az autó oldalát kiássák, ugye az autó kijön. Igen ám, de az autó meg közöttünk is van valami, tehát mi még akkor nem tudunk kijönni, bennünket külön ki kell ásni. Vagy egy légtérben vagyunk az autóval. Az ezeket autó... fél kilenc után a Gyula elmondja. Jó? Engem most kezdett el ez zavarni, hogy ők az autóra fognak menni, és ránk nagy hívben tesznek. A kutyát nem érdekel, ráadásul... nem fog érdekelni. Igen, ráadásul Zsolt megírta az igazságot. Feri, ha lennmaradtok, vigyázz, a legnagyobbat teszik meg először. Na. Jó, de van egy vegásunk, ő csak nem gyúl hoznánk. Jó, azért ráfanyarodnál, ha bajba lennél. Hát mondjuk igaz, de mondjuk az északi oldala be van már mohásodva a Ferinek. Igen, meg hát lenyalogathatod. Meg hát a vegás vagy a gombákat még megelted a Ferire. De hat vagy. Azokat a szépen fejlett vaskákat. Amik a hátán teremnek, azokat nyugodtan. De akkor ilyenkor jön az egyébként, hogy a vegást tesszük meg először, hiszen ő nem eszik majd belőlem. Szarvasgomba. Ja, ez nem az. Na tessék, egy kőpapírolló. Jó? Hogy kiteszünk meg? Most kiteszünk meg először. Játszatok egyet, én játszom a nyertessel. Laci, persze! Laci, tessék, kiteszünk meg először. Kőneki papír meg olló. Kiteszünk meg először, játszatok. Aki nyer, az tovább jut. Én a kiesettel játszom egyet, jó? Jó. Tehát aki nyer közületek, az, most már, az már biztos, hogy nem essük meg. És én játszom a kettőtök közül az, aki vesztett, és kettőnk között dől el, hogy kiteszünk meg először. Tehát nagyon okosan az első körből kiszedted magad. Nekem ügyes rosszabb, van. Mert te az első körből van esélyetek tovább jutni. Miért? Neked a második körből is van, viszont aki játszik és az tovább kétszer jut, játszik. Az kétszer játszik. Tessék, na gyere! Ja. Kiteszünk meg először. Hogy kell mutatni a papírt? Így. Emelj fel egy darab papírt, hozok egy ollót, így. Meg egy darab követ. Igen. Papír, ja. Kő, olló. Ja. Na. Nem hittem, hogy ekkora szellemi kihívást jelent ez a játék. Na, kőpapírolló, tessék. Na, kőpapírolló. Nem, egy, kettő, három. Mind a ketten papír, még egy. Igen. Gyorsan. Egy, kettő, három. Megint papír, mind a ketten. Nem már, ezt megbeszéltétek. Nem már. Majd nem. Egy, kettő, három. Na jó, oké, jó, kapjátok be. Mindkettőt. Na, még egy negyedikát, jó? Egy, kettő, három. Azt most nem tudjuk eldönteni, ez egy hatalmas csata. Nyomorultak, ezt is lebeszélitek. Na, műpénisszel próbálta átverni a dopping ellenőröket egy olasz hosszú táv futó. Bevallotta, hogy egy interneten vásárolható műanyag péniszt használt, hogy tiszta mintát adhasson. És hogy nem, hogy hosszú kutató munka után sikerült azért ezt a videót megtalálnom. Jó, egy jó műpénisz az. Egy jó műpénisz felcsatolással próbálta ő egyébként hát átvágni a doping ellenőröket. A videó elég morbid, viszont bemutatja egészen pontosan, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, és a dolog elképesztő. Van egy igazi kis apró, egészen eredetinek tűnő kis pénisz, amit megfogsz, megtöltöd a tartályt, ami alatta van, és azt te felcsatolod magadra. És állítólagosan így próbálják átverni a dopping ellenőröket, ha mondjuk tükörszobában kell pisilni. De ők ott nincsenek ott, ezek a dopping ellenőrök? De ott vannak. De hogy ez megszólalásig hasonlít egy eredetére, egy igazira, és hát nyilván nem fog oda menni a dopping ellenőről, hogy megnézegesse, hogy jó, igazi. Te várjál, tehát nem kell levetkőznie a mintaadáskor a sportolónak? Körbeállják, nagyon szigorú az ellenőrzés, tehát hogy elviekben ők látják is, ezért is panaszkodik nagyon sok sportoló arra, hogy azért ez egy elég megalázó procedúra, de annyira szóval tényleg hasonlít a megszólalásig ez a kis szerkezet, aha, hogy nagyon de, könnyen átrázható vele. Tehát a végét látja. A doping ellenőr. Az ellenőr. Igen. Ahogy ő az, mondjuk a ízéből kilóg a... Igen, a végét látja. Csak ő azt mondta, hogy ő tévedte. Az eredményre gondolsz a vége alatt, ugye? Jó. Igen, 20-szor ellenőrzik, és azt mondja, a profik nem csinálnak semmit, nem bíznak semmit a véletlenre, megpróbálnak csalni, pontosan azért, hogy átmenjenek ezeken a doping ellenőrzéseken. És nem mindenki nyilván, csak sok ember. Uh-huh. Ő lebukott, ő 27 éves olasz futó volt.
És akkor de hogy van, hogy te fölrakod, és már úgy futsz? Na ezt akartam én is kérdezni, hogy az eredmény, tehát megnyered a 2x400-as váltót, vagy valamit megnyersz, és utána nem rögtön be kell vonulni? Abban a, tehát hogy, tehát a kérdésre a válasz, igen, abban kell futnia. Tehát ő már abban fut? Persze, őt nem hagyják egyetlen pillanatra sem magára, tehát hogy nincsen olyan, amikor ő szépen a saját futamában célba érkezett, abban a pillanatban oda megy hozzá a dopping ellenőr, belekarol, na és akkor menjünk szóval szépen átadni. Én nem tudom, hogy vagytok veled, de például a piszvárom megy az ember. Hát, kerülöm, mert hogy általában mindig beszélgetni kell. De ha oda jön valaki, tudod, és hogy átnéz és elkezd dumálni, nekem de, ha nincs véged senki, van. Akkor is beszélgetsz. Tessék? Akkor megszólítom magam. Igen, akkor magammal beszélgetek is. Tehát vége? Vagy ma. Igen, miért? De ha nem beszélget, akkor is. Na, kejj már fel, és akkor te szemét, köp. Vajjá. Nem, hogy arra gondolok, hogy odáll melléd valaki. Tehát akkor szerintem a legtöbb embernek elmegy az ingedő. Hogy tudnak ők úgy pisilni, hogy ott áll egy ilyen nagyon kekeckedő doping ellenőr, néz közelről, hozzá nyilván nem ér, vagy nem tudom, hogy hozzáérhet-e, és akkor próbálj meg ott valami mintát kipréselni magadból. Illetve azért az a doping ellenőr, akinek felcsatolnak egyet, már nem neki, nem a sportol, és azt viszont nem veszi észre, vagy ezt ők nem tudják, azért az se volt a helyzet magaslatán. És össze kell nyomnod a műkukit, ahhoz, hogy kijöjjön belőle a nyilván másnak. Hát gondolom valahogy el kell indítani, aha, persze. Vagy persze. Kis csapocska van a végén, mert az mondjuk bukta. Ugye, de ez a műkuki egyébként ez egy nagyon béna és ósdi megoldás. Ennél már sokkal durvábbakat csinálnak, hogy tényleg becsövezik valamilyen tartály az, amit fölillesztenek, és a tartályból valahogy belepumpálják az igazi pöpölön keresztül. Tehát, hogy ez, hogy most te fölraksz, el kell rejtened az eredetit, aha, annak a helyére kell rakni a műt, ott kell a tartály, kell maga, amivel te rögzíted, hát ott alsógatyában vagy, akkor ott látszik a rögzítés, hogy az valahogy föl van rögzítve. Ez egy elég nyomorult szerkezet, ennél azért sokkal profibbak. Mi bőr alá berakja, igen, berakja a bőr alá, igen, az acsival együtt, a mintával együtt, és akkor valahogy úgy nyomja, hogy nem is látszik, és azonnan jön ki, csak nem ugye a kobrának a fejéből, hanem mellette egy ilyen kis pici csőből. Hát, ez egy elég kezdetleges megoldás. Így nem csodálom, hogy lebukott. Hát ennél kezdetlegesebbek is voltak korábban, amikor konkrétan egy csövet vezettek el a szerszám alatt, és föl volt rá alulról ragasztva. Igen. És ez a kis tasak, amiben volt egyébként már előre oda készített minta, az meg a fenekük alá volt beleragasztva. Aha. Az acsi mögött. Na az ennél azért kezdetlegesebb volt. Megkérdezünk erről egy szakavatott embert. Itt van velünk Pars Krisztián. Hello Krisztián, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Hello! Már a szakavatott alatt azt értjük, ugye? Igen, a szakavatott alatt, hogy mint olimpiai bajnok természetesen. Igen, nem, mint szakavatott dopingoló. Akit sokszor hittek már ellenőrzés. Igen. Így van. Hello Krisztián, hallottad, hogy miről beszélünk? Ez a műpénisz, ez egy elég kezdetleges megoldás, ennél gondolom, hogy vannak profi megoldások már. Hát ez igazából már maga azért nem működik, mert most már legalábbis nálunk atlétikában ez úgy van ez a dolog, hogy 2 éve már bevezették ezt a bioútlevelet, ami annyit jelent, hogy minden világversenyen, akik részt vesznek és oda kerülnek, azoktól levesznek a vérmintát, és a vérmintában ugye megvan a vérkép, amin belül, ha majd a legközelebbi mintaadásnál eltérés mutatkozik, akkor azonnal szabálysértést követette a sporttól, és már eltiltják. Azért nem működik a dolog, hiszen ebben ugye egy olyan vizetet kell az illetőnek ugye elhelyezni, amit vagy előbb levettek, vagy előbb adott magától, vagy éppen más adta. Ugye ez mint egy DNS, ez úgy működik, és ezt már nagyon komolyan vizsgálják. Ezért ez képtelenség az a dolog, ugye, amit most amiről is beszéltetek, hogy ezt már nem lehet ezt csak úgy megcsinálni, hogy oda megyek. És ezt hogy kell elképzelni, hogy bemegy veled egy ilyen tükörszobába, vagy egy sima piszvár, vagy egy szoba, és akkor ott álltok, kicsit ott beszélgettek, te letolod a nadrágodat, ő lehajol, néz közelről, közben kicsit felnéz rád, zavart a mosolyog, hogy kell ezt elképzelni? Igen, ez majdnem így működik, annyi kivételével, hogy azért nem nyúlhat hozzád, azt hozzáteszem, te sem nyúlhatsz hozzá a sajátodhoz. Ez úgy működik, hogy le kell tolnod gatyádat, pólódat felhúzni, nem nyúlsz nem hozzá. Fogod. Ja igen, hát ha alá teszel valamit, akkor nem piszkálsz. Így van, hát poharat kell, ugye a poharat kell oda tenni, amit kapsz egy poharat, és így előre megmondják, hogy 90 vagy 120 ml-t kell pisilnod, ez attól függ, milyen vizsgálat vár rá a mintára, ezt ők megmondják előtte. És ő ott áll és folyamatosan néz? Így van, áll és néz. Ezt általában abba szoktuk oldani ezt a feszültséget, ugye meg eresztjük a csapot és folyik a víz, akkor nincs az a síri csend. De ilyen beszélgetés meg ilyenek nincsenek közben, viszont koncentrálunk, hogy meglegyen a minta, és addig nincs
vége a mintaadást, amíg nincs meg az a bizonyos mennyiség. Ugye, ha valaki nem tud 5 vagy 6 órán belül mintát adni, az katéterezik, az iszik a korrázus katéter. Úgyhogy nagyon komolyan veszik ezt most, és hát volt rá példa külföldön, hát tudjuk sajnos ez a 2004-es botrány, ez nem tett jót. Én 2-3 évig, ez akár merre mentem a világba, én voltam az első, akit vizsgáltak, magyar dobó, azonnal visszük. És volt rá példa, igen, hogy Görögországban volt egy verseny, ahol egy ilyen tükrös szobába kellett bemenni, konkrétan minden sarokban tükör volt, de volt olyan is példa, hogy mindegy pulpitusra kellett fölmennem, és ott kellett mintát adni, ami annyit jelent, olyan magasság volt az illető, hogy a derék magasságomban, és figyelte, hogy mi merre, hogyan. Aha, az szép lehetett. Úgyhogy, hát hozzáteszem azt még, bocsánat, hogy ugye ez az illető, aki most itt ebben próbálkozott, ez nagyon úgy működik, hogy a világranglistán az első 20, az köteles tölteni egy olyan bizonyos verabaucot, amivel benne van az, hogy meg kell adnia minden napra egy órát, amikor elérhető. Ez, most már bevezették azt egy olyan 2 éve, hogy alvó helyet, ami azt jelenti, hogy ahol éppen alszol, neked oda be kell írni, vagy este 8-9-9-10-et, vagy reggel 6-7-7-8-at, hogy ott elérhető legyen. És azon felül meg kell adnod az edzési időpontot. Ez a világ legjobb 20 sportolójára kötelezővé tették. Én töltök egy ilyet a Monaco felé, ugye az IAF felé, és töltök egyet a magyar csoport felé is. Úgyhogy eléggé kicsit korlátozva van a szabadságunk. Ezekben ugye benne van a hiba lehetőség, hiszen ha valaki elfelejti éppenséggel, vagy egy közben jön neki valami, és menni kell valahova, pont akkor keresik, és 3 ilyen hiba pont után van egy eltiltás, és ilyenkor senki nem veszi le rólad, hogy te nem doppingoltál, hanem csak nem találtak meg. És ezért vannak olyan dolgok, hogy sajnos, ha valakivel nagyon ki akarnak szúrni, benne van a pakliba is, hogy eljön a házhoz, mert nem csöngetne, hogy csinál magára egy fényképet, itt volt, ugye van vele egy társa, és akkor azt mondják, hogy igenis nem találtuk az illetőt, ezért egy hiba pont. És ez jogilag ilyen dopingvédségnek számít jogilag. Így van, dopingvédségnek számít, így van. Csak ugye ezt már elmondják, amikor... akkor ez már belekerülsz úgy a köztudatba, hogy dopingvédség, mert nem tudják, hogy azért, mert nem találtak, vagy mert dopingoltál. Szinte egy. És amit a srác csinált, ugye az meg manipuláció, hogy azért automatikusan jár az eltiltás. Nem lehet megmagyarázni. Figyelj, és mi volt a legdurvább, amit hallottál? Mert olyanokat is hallani, hogy bevezetnek tiszta vizeletet valahogy katéterrel, hogy becsövezik magukat, és ugye tulajdonképpen ott jön ki, már nem is a... Régen ez működött, így van. Aha. Régen ez működött. Ez most azért nem tudom megcsinálni, nem tudom, kitől veszem mintát. Ha ugye egy másik illetőt ad neked egy vizelet mintát, ott már DNS nem egyezik. És azonnal megbukik. Ha csak ő, de akkor hogyan tárolja, ugye hova teszi azt a mintát? Ez az egy idő után megromlik. Ugye azt olyan helyen kell tárolni, annak megvan a hőfoka. Ez tényleg egy olyan orvosi háttér kell, amit nem minden ember tehet meg. Tehát januárban lefagyasztok egy decit, és akkor az augusztusi verseny előtt kiolvaszt. Hát igen, csak az a baj, hogy ha te megadsz egy órát, akkor lehet, hogy este 6-kor otthon bekopognak, vagy nem otthon az edzőterem, vagy most. Igen. És azért van, nem viszed magaddal a kis nála. Elnézést, itt van a kis táskám. Gyorsan elszöksz. A fogkefém mellett. Igen. Nem könnyű, de hát ugye mi ezt felvállaltuk, hiszen ez a sporttal jár. Úgyhogy ennek eleget kell tenni. Voltak nagyon csúnya előzménye is ennek a dolognak, tehát hogy azért valahol ez jogos is. Így van. Hallottam olyat is, hogy volt, aki bement, és nem figyelt az elő, merített a WC-ből vizet. De hát ugye az is automatikusan megbukik. De hát vannak, meg volt, aki pont ezt ugye régebben, hogy ugyanezt a ilyesmit használta állítólag, és ugye elment a WC, és eldurrant ez, ami a seggébe volt, és máshol folyt ki, nem ott, ahol kellett volna. Úgyhogy az elég jól nézte, mikor a bokán folyik ugye lefelé. Hát vagy vizelet, vagy valami. És a csajok is odállnak egy pohárral a kezükbe, kicsit terpeszbe, és akkor ott áldogálnak ugyanúgy. És akkor egy hölgy nézi. Így van. Hát akkor van baj, ha mind a kettő jön egyszerre, ugye akkor szoktuk azt csinálni, most akkor kérdezzük az ellenőt, akkor mit csináljunk, és mondta, nyugodtan végezzük a dolgunkat. És elég nézi azt is. De ez a ritkábbik eset. És hogy van ez például teniszbe vegyes párosnál? azért van mindig férfi és női ellenőr, nincs két férfi egyszerre. Nincs. Az egyiknek szakozatot orvosnak kell, ugye, ha véletlenül. Hát ilyen ápolónak hívjuk inkább, aki vért is vesz. Ugye általában a futóktól nagyon sokszor vesznek vért, doboktól nem, hiszen ugye ez az állítógos EPO, ez nekünk mindenki, hiszen a dobás az 3 másodpercig, az nem kell percekig futni, vagy éppen olyan hosszú távú futások nagyon szokták ezeket bevállalni. Hát ugye nagyon sok ember azért vállalja be, hogy megpróbálja a sikert, meg ugye kijusson egy olimpiára, hiszen avval érje az életébe azokat a dolgokat, amivel előbbre tud lépni. És azért bevállal mindent. Hát most
volt olyan, egy 74 méteres dobó bukott meg, egy 74 méteré koksz volt, most lábban ezeket soha nem értettem, hogy ez miért jó neki. Hát mert a koksz nélkül 50-et tudna dobni valószínűleg, hát, igen. Na de 74 se egy túl nagy, igen, tehát nem, így, hát így van. 74 és szélé kokszolta magát, és onnan még hiányzott, nem tudom hány méter ahhoz, hogy egyáltalán számítson. Jó, te 74-et úgy dobsz, hogy este oda megy hozzád valaki megébreszteni, hogy felhúztad az órát, Krisztán. Inkább 70-et, jó? Maradjunk abban. Az mennyire kemény, hogy szétkokszolod magad, soha nem fognak jegyezni, soha nem leszel senki, és még le is buksz, és 74-et dobsz, úgyhogy nem is számít az. Tönkre teszed magad, rommá vagy kokszolva, abrakos tarisznyából zabálod a kokszot, és így se tudod megdobni a minimum szintet se, és még le is buksz. Tehát őt valahol azért 10 éves korában elrontották, hogy atlétizálni küldték, nem? Tehát nem egy jó genetikájú ember, nem oda való. Hát ezt általában olyan országban szokták, hogy ahol nagyon sokan vannak, sok, ugye, mondjuk nagyon sok konkurencia van 8-10 dobolt azért, hogy előre kell lépni, és így kap támogatást, így tud megélni belőle. Neked most mi a következő, Krisztián, mármint verseny? Most előleg pihenésen, mert kezdtem meg szép lassan, most várom egy vállműtét, egy-két hét múlva, és sajnos a vállam az eléggé ramaty állapotban, ez a 15 év ez megviselte, és hát a jövőre készülök az Európa-bajnokságra, Zürichbe. Lesz egy világkupám. Hát a nagy főcél ugye a Rióban a címvédés, az lenne szép dolog. Azon vagyok, hogy ezt elérjem. Hát addig még van egy-két megverseny. Hát sajnos ugye idén nem sikerült a világbajnokság úgy, ahogy szerettem volna. Szép eredmény, gyönyörű eredmény a második hely. Igazából csak maga az a tény, hogy Magyarországnak ugye megszereztettem az első világbajnoki aranyat atlétikában. Peking, azt tudjuk jól, még tartozik nekem egy éremmel. Két év múlva Pekingben lesz a világbajnokság, ott szeretném ezt megszerezni, de mindenképpen az Rióban az olimpia cél. Krisztián, drukkolunk, hogy így legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. Köszönjük hello. Szépen. Parts Krisztián, köszönjük szépen. Hello. Jó arc. Nagyon rendben van. Igen. Napjaink legnagyobb magyar atlétája. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel a hármas ugrásra lehet jelentkezni. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49:02 perccel, hello srácok, tűzszerész vagyok, ha gondoljátok néhány okos robbanó cuccal felgyorsíthatjuk a kiásás némi vesztességgel, írja Zsazsó. Trafia 25-ösön Kerecsend végén Eger felé, Turbo Csiga küldte ezt nekünk, és igen. Ha már úgyis ástok, arra érdemes önként jelentkező volt, hallgatotok, meg dedikált szöveggel az utókor számára hozzátok föl a testeket, majd jó, köszönjük szépen. Oké. Okay. Remélem a föld alatt maradtok. Ő egy őszinte srác. Ez az. Én ezt szeretem. Ennyi. Se eleje, se vége, se remélem a föld alatt maradtok. Szenzáció, zseni. Nagyon jó. Na, csak egy-két technikai dolog. Gyula, gyere, ha már itt vagy, mert itt teszel-veszel körülöttünk. Gyula, ami műszaki vezetőnk. De várjál, ne ülj le, nem marad sokáig. A mindenesünk. Itt van egy csomó kérdés a Feri részéről, hogy... Na, itt van például a mi kis konténerünk. Benne van az autó, ugye? Benne vagyunk mi. A konténer azon végét próbálják nyilván megkeresni, kiásni, ahol a kocsi kijön. Van egy válaszfal, ahol mi vagyunk a stúdióban, vagy ki tudunk mi is ott jönni? Van egy válaszfal, amin van egy fénykapu, amin át tudsz jönni. Milyen fénykapu? Neked? Hát ha már meghaltál, átvész a fénykapu. Ja, tudod, elindulsz a fényben, egy fénykapun átvész. Nem, van egy jelölt átjáró, ami konkrétan kék fényben világít, hogy tud, hogy hol kell átjönni. Ha baj van. Aha. Igen, és lesznek a stewardessek, akik elmagyarázzák, hogy mit tudsz meg, merre van a folyosó, merre van a vészkiáll. Nem, van egy folyamatos összekötetés, hogy ti bármikor át tudtok menni ásás alatt a úgynevezett garázs részbe, ami egy ilyen űrsikló átszálló zsinikkamráként van kialakítva. Oh, ez jól hangzik. Ki tudunk-e törni autóval, ha mégse ásnának ki? Hát fizikailag nem nagyon, mert nagyjából 50 köbméter laza szerkezetű talaj, név szerint homok van előttetek, úgyhogy... Azért az 50 köbméter a fejünk fölött, nem? Nem fejeltek fölött igazán, hanem az ajtó előtt. Tehát kiépítettünk megfelelő gondossága kettő, tehát ti talpontotok lent 2 méter 65 centim van, tehát olyan mélyen vagytok. Aha. Honnan lesz levegőnk? Levegőtök természetesen munkavédelmi és életvédelmi szempontból szükségeltetett egy vészkijáratnak a megvalósítása, és a vészkijárat rendszerén keresztül egy levegőztető rendszeren keresztül. Sűrített levegős palackokat akarok le. Tehát ásíthatsz nyugodtan, Feri. Lihekhetsz. Majd rájössz. Még bármi lehet. Ezért ez kemény, nem? 260. 260-omban az alja? Az alja. Az alja. Sose voltál még ilyen mélyen, Jani.
Dehogy. De, csináltunk már egy-két meredek műsort szerint. Így van, és mi tudjátok, miattatok mi nem riadunk vissza ember áldozatoktól, tehát kiüntetünk repülőszerelmet. De például tudjuk a ásó embereknek igen komoly munkavédelmi oktatás lesz az elején. Azt mondtuk, igen, fél hattól hatig. Igen komoly munkavédelmi oktatás, mert a hallgató érték neki egy vízfolyag sem lehet a tenyerén, mikor bevégezte. Tehát mi megdögölhetünk, csak ő rá ti sem tisztárok. Köszönjük, Gyula. Kicsit úgy érzem, ők valahogy, mintha jobban védenék. Nem? Igen, azt hallgató. Bízom Gyulába, hogy vigyázz ránk, de azért az, hogy egy vízfolyag se lehet, azért ez arra felé rejt egy picit. Na most mi van, ha a beomló talajszerkezet oldalról összepréseli a konténert, és mi hárman a testünk egymásnak feszülve egy olajos... Ezt kezdetszen, hát akkor ugye? Én hájni fogok. Én viszont ellopom az értékeiteket. Nem, erre ugyancsak munkavédelmi jelölések szerint megfelelő védelmi eszközöket biztosítottunk a konténer körül is. Olyan vagy, mint a Balázs a chemtrail-lel, a megfelelő munkavédelmi előkészítmények. Nem én, mondjad, hogy ki van támasztva, meg van hegesztve. Ugye? Nem érzed, hogy én már a chemtrailre gondolok. De azt mondom, hogy egy erre rendszeresített doka szerkezettel ki van támasztva. Tudom, akkor Jani is tudja. Gyerekek, ott van egy doka szerkezet, én eddig ideges voltam. Én egy dóval vagy egy kával is, szóval egy fél dokával is elmegy. De ha egy egész doka ott van, reggel köszönök neki, összebarátkozunk, utána már nincs nagy baj. Te figyeled majd a kiásott föld mennyiségét, hogy hol szálljunk be segítséggel? Így van. Az ások nyilván, mivel egy lejtőt kell megásniuk, aminek a ajzatát ugyanúgy megcsináltuk, azért, hogy nehogy túlássanak valamit, mert az életben nem jön ki az autó. És fejben számolsz majd, vagy abakusszal, Gyula? Nem, én ezt már pár kollégámmal és pár hozzáértő szakember együtt előre kiszámoltuk, és mindenre igyekeztünk olyan megoldást találni, hogy az teljesíthető legyen. Ezért választottuk azt, hogy homokkal töltöttük vissza a lejtőt, hogy igazán az embereknek ne sittes építőanyaggal törmelékkel teli talajt kéne lapátolgatniuk, hanem tiszta talajt lehessen kitalicskázni a helyszínűen. Nekik ezt már jól kell leosztani, kitalicskázni, kiviszi a földet, hogy visznek, hogy ásnak. Tehát ott azért az egy nagy közös munka, mindenki csak nekiáll ott valamerre ásni, abból nagyon sok nem lesz. Sikerült esetleg egy bankautomatát levinni Janinak, hogy 3-4-10-kor meglegyen a komfortérzete. Mindig eltűnik adásból egy bruttó 10 percet, nagyon szeretem. Mindig nézek egy egyenleget. Tehát, hogy vannak-e esetleg ilyen extrák? Hát ilyen nem, de viszont virtuálisan tulajdonképpen kint lesztek az emberek között, mert próbálunk titeket videórendszerek összekapcsolásával megfelelően informálni arról, hogy kint mi történik, illetve kint lévő emberek meg látják egy kivetítőt, ami lent történik a föld alatt a stúdióban, illetve a garázsban. Hát ami lent történik, az nagyon vad lesz, nagyon forró. Hú, már alig várom. ami lent volt, az lent is marad. Így van, ami lent történik a föld alatt, az lent is marad. Egy igazán kedvemre való mocskos sztori. Végre vesztelenül lehetünk, ezt imádom. Jól van, Gyula, drága vagy, köszönjük szépen. Te ma még mész ki egy utolsó pillantást vetni? Hát nem egy utolsó, még van munka. Még van munka. Jó. De igazából az nyugtatna meg minket, hogy egy 5-10 percet ugrálnál a tetején. Te rohadék. Ja, de csak hanem. Most nem, csak el, hogy. Ez a hajas szemét. De azért jó poén volt. Kicsit túlméretű testméretű. Köszi, Gyula. Köszi, hello. Na jó. Gyulát ismerve négyszer kiásta, lemérte a visszaásást, leszámolta kavicsonként a kiásott földköbmétert, hát hogy ez neki fejben megvan. Igazi profi. Jó, hát nekünk semmi dolgunk nem lesz, mi ülünk és csináljuk a műsort, az a lényeg, hogy akik ásnak, jól érezzék magukat, illetve az első 1000 ember, aki eljön a helyszínre, az egyrészt végignézheti ugye magát az ásást, jól érzi magát Kassa Tibi, Tóth Gabi lép majd fel a szünetekben, valamint még az első 1000 ember közül kiválasztunk egy embert holnap is, aki szintén jöhet még ásni. Tehát ha valakinek sikerült regisztrálni, de ma még nem hívtuk, vagy most adás előtt, vagy este, akkor holnap még egy újabb, egyúttal azonban utolsó esélyt adhat annak, hogy kiválasztott legyen. Tehát érdemes odajönni egészen korán a helyszínre, mert választunk ásót, még egyet. És korán érdemes jönni, mert viszonylag korán fogunk választani. És az ásom elé egy szerencsés játékost is, aki áshat vele. Igen? Yeah. Ja, hogy te szerencsés ásó. Jaj, tehát ne sem nézsz a szomszédba egy jó poénért. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, Kati vagyok. Hello, Kati! Kati, voltál regisztrálni? Nem voltam sajnos regisztrálni. Ja. Miért nem voltál regisztrálni? Azért nem voltam regisztrálni, mert péntek 13. alkalmából eltörtem a lábam. Miért és most. Mert béna voltam. Ó,
Mutatkozott. Rosszul értem. Úgyhogy most pillanatnyilag fekvőgipszem van, és majd holnap megyek varratszedésre, és kapok egy szép járó gipszet. Hívjátok a serit, mozgó urnát. Vigyék ki, regisztráljon, szavazzon, töltse ki, amit ki kell. Ah, teszek én, ez elég nagy hívás, ez 2-3 hét otthon, járó, fekvő, nem? Igen, ez nagyon rossz. És mivel, hogy én egy eléggé izgő, mozgó csajci vagyok, tehát nagyon nehezen viselem azt, hogy feküdnöm kell. Ezt pont ezért kaptad? Hogy egy kicsit lassulj, egy kicsit gondold át, egy kicsit legyél figyelmesebb. Ezek ilyen intőjelek. Először csak egy áttörés, aztán jön majd egy autóbaleset, már úgy értem. Nem úgy értem, ezek tényleg semmi nem történik véletlenül. Ha kapsz egy lábtörést, annak van egy mentális tréning jellege, hogy ezt most vajon miért te kaptad, miért neked tört el, pont ezt akartam kérdezni. Esetleg nem vagy egy kicsit ilyen hiperaktív, izgőmozgó, nagyon rohanó. De, az vagyok. A pillanat, az vagyok, és éppen ezt kicsit be is írtam magamnak, mert már elegem volt a sok menésből, mert van 3 munkahelyem, és akkor már itt nyígtam itthon, hogy olyan jó lenne egy kicsit itthon lenni, és úgy nem menni sehova. Na hát ez sikerült összehozni. Hát, hogy a kínai mondás is mondja, ne kérd, mert megkapod. Ugye? Így van. Igen. Így van. És nagyon melós volt egyébként eltörni a lábadat? Nem volt nagyon melós, egész egyszerűen csak kiléptem egy ajtón, és rosszul léptem. Vakaropálcát már beszerezted? Milyen pálcát? A vakarópálcát, mert előbb utolsó Igen, van már nekem olyan a vakarópálcám. Az jó. Na jó. Nézzük akkor a kérdéseket. Jó, így szól az első dedikált nyakbalkasztóért. Milyenek, Jani? Viszonylag nehezek. Viszonylag nehezek. Melyik európai politikus nevezték Vaslédinek? Margaret Thatcher, Anglia. Így van. Ja, igen. Yeah. Menjünk tovább? Igen. A második nehéz és sportos, ráadásul focis. Csak szólok, hogy esetleg, ha nem megy annyira, akkor lehet, hogy nem hülyeség megállni. Hát, megpróbáljuk, játék. Így szól a második kérdés dedikált Egér Padér. Hány gól született a magyar labdarúgó válogatott legutóbbi Észtország elleni meccsén? Összesen. 6. És annyi. De jó vagy. Na, soha nem tudtam volna megmondani. Annyira nem érdekel a magyar futball, hogy ezt elmondom. Na jó, de itt tésznek hát is voltak. Hát az engem sem. Mi volt a tésznek is? Ügyes vagy, jól van. Köszönöm szépen. Jöhet a harmadik kérdés? Jöhet. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Bögrér. Milyen csillagjegyben járunk jelenleg a nyugati asztrológia alapján? Szűz. Áj, nem. Nem. Hát volt, de most már a mérlekben vagyunk. Jó, és de hülye vagyok, és én mérleg vagyok ráadásul. Csak nem is, azt sem tudom, hogy hanyadika van. Csak rádobtad a választ. Hétfő. Hihetetlen, milyen béna vagy. Ugye? Na, igazad, ez így törtem el a lábam. És 20-án van a születésnapom. Hát ezt nem hiszem el. Mert hogy mérleg vagyok. 20-án? Ráadásul igen, október 20-án. Hát akkor ja, még épp, hogy csak mérleg vagy, mert hát, az aztán már nem szóval. Igen. És a mérlegállás megy? Az megy, igen. Ja, majd, hogyha már leveszik a gipszet a lábamról, akkor nagyon fog menni. Na, egy gyors boom, jó, gyors boom, indulnak az ajándékcsomagok. Tiki-taki, tessék! Boom! Sajnos én nem látja. A betyárját! Már meg minden csapódik. Azt a betyár minden segít. Gyerekek! Hova lőttél? Egy istálóba is, Nálam jelez, gyerekek. Nálad? Jaj, de jó. Még várjál. Annánál piros. A piros az jó vagy rossz nálad? Az jó. Az jó. Ah, most nálam is. Nálam is. Nálatok is? Igen. Hoppá, megvan az ajándékcsomag. Jó, de jó, nagyon-nagyon köszönöm. Klotyó Manuel hozta neked. Jaj, köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Fú, de boldog vagyok. Milyen tetten ez a szoftver, mekkora szíve van, komolyan. Nagyon jó. Jaj, nagyon örülök nektek, köszönöm szépen. És köszönöm a lehetőséget, hogy játszhattam. Örülünk, hogy örülsz. Most nagyon örülök, nagyon. Sajnos a bögre elfogyott, most jelzik a szélsz, és hogy kapsz helyette egy kasszatibi gigant poszter. Az is jó lesz, én szeretem a kasszatibit. Nincs elég bajod. Megvan, miért kapta a lábtörést. Kata, köszi. Ja. Gyógyulás neked. Köszönöm szépen, köszönöm, szép napot, sziasztok. Ez volt a
témasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Itt az ideje, hogy felébredjetek, itt az ideje, hogy kinyissátok a szemeteket, itt az ideje, hogy végre tudatosan gondolkodó honpolgárok legyetek, akik nem tűrnek el mindent a fejük fölött, akik fölnéznek az égre, és azt mondják, hogy nem hagyjuk, hogy ránk szórják ezt a szemetet. Ti aljas mocskok, összefogunk, és megdöntünk benneteket. Chemtrail! Már 9 óra elmúlt, nyitva van a büfé. Megyetünk, szevasztok! Chemtrail! 9 óra van pontosan, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 17 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. M347-es kilométertől Pest felé giga, mega, full control. KPMS-ek, na, meg mindenki. Ha ezt miért mondtam be, nem akartam. Mindegy, most már elmondtam. Kicsúszott. Na, a KPM-et mondom, de a full controlt nem szeretem, mert ott egy csomó igazán rossz embert is kiszűrnek, azt nem szoktam. Mérnek az a rendőrök az M3-ason a telefon mögé bújva Miskolc felé. Azt én nem tudjátok egyébként, de tudjátok, mert látjátok, hogy én fejben hány SMS-t konvertálok, mert nem így írták, hogy mérnek a rendőrök. Át kell szerkeszteni, nagyon rondákat írnak. M5 Budapest felé 20 kilométeres gebasz. Több. Például ez most nem sikerült átkonvertálni, több kilométeres sor. Így a Mikey és 106-os kilométer szintén háromlábú, 143-as kilométernél szintén háromlábú, ez mind az M3-as. Megszállták az M3-ast, úgy néz ki, úgyhogy ott nagyon-nagyon sok trafipax van. Egy-két SMS még a holnapi játékhoz kapcsolódva. Tegnap voltam a barátnőmmel regisztrálni, nem semmi a járgány, nem is szívesen szálltam ki, de fényképen már van kettőnkről, ő is én. Úgy kellett kitessékelni a kereskedésből, mert közben észre sem vettük, hogy zárnak. Kicsit szomorkás voltam, hogy még nincs autóm, nem mondom, hogy nem képzeltem el már párszor, nincs még Morning Show-s ajándékom se, de ezzel beérném. Szuperek vagytok, így Andi. Tegnap beregisztráltam, beleültem, megnyomkodtam a gombokat, tetszik a tracks, szóval irányítsátok a sors kezét felém. Meglátjuk. Ma még ugye lehet regisztrálni. Ma hívunk egy embert adás végén, még valakit felhívunk este, sőt, mitől holnap, ha valaki kijön a helyszínre, akkor az első 1000 ember közül, mert hogy csak annyian tudtok majd jönni, kiválasztunk még egy hallgatót, aki szintén beszállt az ásásba. Azt gondolom, hogy ennél több lehetőséget nem tudunk adni annak, hogy valaki autótulajdonos legyen, valaki megnyerje a sevit, mint hogy regisztrálni, holnap kijönni, még a helyszínről, tehát tényleg hétvégén is lehetett menni. Azt hiszem, hogy tiszta a lelkiismeretünk. Egyértelműen. Na! Chemtrail. Egy kicsit beszéljünk erről. Tudom, hogy itt most akkor itt nagyon komoly dolgok lesznek. Ugye van, aki hisz, van, aki nem hisz, van, aki nem tud semmit. Ez a három tábor. Ti, akik nem hisztek, én, aki szintén nem tud semmit, csak egy picit utána nézve összeállított néhány információt, ami elgondolkodtatásra ad okot, lehet rajta gondolkodni, hinni benne még mindig nem kell, de mégis azt mondom, hogy erről muszáj beszélni. Ha csak kettő emberrel több néz föl az égre, és kezd el gondolkodni, már megérte. Ti pedig azokat kérdezitek meg, amit minden ebben nem hívő vagy kicsit szkeptikusabb ember megkérdezne ilyenkor. Ugye? Tudod mit? Én hiszek benne, mehetünk tovább más témában. Jani, ilyen vagyok. Szemetek. Ugye sokan kérdezik, hogy mostanában mi ez a divatos chemtrail, meg mi is ez, meg hogy kell ezt elképzelni. Ugye semmi másról nem szól, mint hogy az összeesküvés elmélet gyártók kitaláltak valamit, ezt mondják a szkeptikusok, akik pedig ebben hisznek, azok azt mondják, hogy nem kell más csinálni, fölnézni az égre, és meglehetősen furcsa, érdekes, 5-10 évvel ezelőtt nem felfedezhető csíkok vannak az égen. Ezek a csíkok, ezek általában párhuzamosak, ezek a csíkok nem hasonlítanak kondens csíkokhoz, ezek a csíkok sokkal több ideig tovább láthatók, és senki nem tudja megmondani, hogy ez valójában mi lehet. Tudjuk, hogy egy kondens csík az nagyjából úgy néz ki, hogy megy a repülő, mögötte ott van X hosszúságú kondens csík, és az aztán szépen elpárolog. Ugye ezek az érdekes csíkok azonban sokáig ott vannak, láthatóak, és úgy néznek ki, mintha ilyen permetszerű valami lenne. Tulajdonképpen ez a chemtrails, ugye ezek a vegyi csíkok a levegőben. Hogy ez mit is jelent, és miért is csinálják, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, van egy úgynevezett nagyon... Ja, bocsáss meg, mit is jelent ez, és miért csinálják? Rohadj meg! Ez a geoengineering, ez tulajdonképpen egy divatos szó most azoknál a tudósoknál, akik elvileg permeteznek, ez pedig azt jelenti, hogy harcolni a globális felmelegedés ellen, vagyis mi történik pontosan? Kémiai port juttatnak az atmoszférába, és így azt gondolják ők, hogy a káros sugarakat sikerül ezzel visszatükrözni. Tehát egy alapvetően jó kezdeményezésről lenne szó. Hogy alapvetően jó kezdeményezés, ezt nem tudom, mert bármilyen úton, módon manipulálni az időjárást, a föld hőmérsékletét, a bolygó hőmérsékletét szerintem már nem jó, mert ebbe tudatosan beleszólni és nagy területen így beavatkozni a föld rendszerébe szerintem egyébként nem biztos, hogy jó. De hát az életmódunkkal folyamatosan manipuláljuk, úgymond. Az életmódunkkal igen, csak hogy ezt nem igazán kutatták, hogy ez pontosan milyen hatása van ennek. Mit csinálnak ők?
jó minőségű alumínium részecskéket állítanak elő, úgy, hogy alumínium gőzt vagy alumínium port szórnak szét, ami oxidálódik, és ez az oxidálódás ez egyfajta ilyen felhőszerű anyagot képez. Rengeteg anyag van már az interneten, ami erről árulkodik, hogy ez hogy zajlik pontosan. Ez egy kémiai por, egy olcsón előállítható, leginkább alumíniumot tartalmazó, és itt jön a döbbenet, hogy leginkább alumíniumot tartalmazó tulajdonképpen port juttatnak a levegőbe. És akkor ez lesz a védőhálónk. Azt mondják, igen, hogy baromi olcsó, és hogy az alumínium azért alumínium, mert hogy négyszer akkora a tükröző felülete, mint bármilyen más mesterségesen előállított kémiai anyagnak. Olcsó, könnyen előállítható, nagyon nagy mennyiségben lehet kiszórni, és nagyon sok napsugarat tud visszatükrözni. Uh-huh. Ez a geoengineering. Ők erre fogják. És akkor itt jön ugye a kérdés, hogy ők most erre fogják, és emögött van egy tudatos másfajta szándék, vagy csak néhány önjelölt űrült, aki azt gondolja, hogy beleszólhat abba, hogy irányítsa a Föld klímáját, az kapott engedélyt arra, hogy permetezze. Ezt valaki már ezt kimondta, tehát egy hivatalos ember, aki ilyen alumínium portgyártó, vagy aki kitalálta ezt a geovédőhálót. Ez a geoengineering, így van. Ezt kitalálta ezt az ember, és ő, tehát ezt egy hivatalos ember már elmondta, hogy ez egy létező dolog, gyerekek, mi ilyet csinálunk, hogy megvédjünk benneteket. Így van. Ezt kimondták, így van, rendeztek egy konferenciát, és itt jön a döbbenet, hogy aki bizonyítékokat akar, az mit tud kapni? 2011-ben az USA-ban rendeztek egy konferenciát, AAS volt a neve, és ott voltak azok a tudósok, akik kitalálták, és azóta is egyébként felvállaltan végrehajtják ezt a fajta permetezést, arra fogva, hogy mi jót akarunk nektek, és segítünk. És lehetett tőlük kérdezni, és van videó felvétel arról, ahogy ezek a tudósok egyébként kint állnak egy asztalnál, bentül rengeteg stratoszféra kutató, fizikusok, kémikusok, újságírók, és kérdeznek ezektől a tudósoktól. Aha. Akik ugye nyilván nem mondanak mást, mint hogy mi csak a geoengineeringet csináljuk, és nem akarunk ártani. Föltetek nekik egy olyan kérdést, hogy méghozzá David Keatnek, aki egyébként a Calgary Egyetem professzora, valaki megkérdezte, hogy a sok más mellékhatás mellett vizsgálták-e a mikroszkopikus nagyságú részecskék belélegzésének hatását az emberi szervezetre, ugye ezek ilyen por jellegű alumínium részecskék, amik előbb-utóbb leérkeznek a stratoszférába. És azt mondta, hogy nincs semmilyen káros hatása. Majd a kérdező ezzel nem elégedett meg, látszik a videó felvételen egyébként, hogy megint kérdez egyet, és azt mondja, hogy azt akarja mondani, ez hangzik el a videón, hogy 10 millió tonnányi alumínium kiszórása az atmoszférába semmilyen hatással nincs az emberi szervezetre? És erre a pacák vett egy mély levegőt, ez látszik a videó, megdöbbentő egyébként, és azt mondta, engedje meg, hogy ebben az esetben óvatosabban fogalmazzak. Semmilyen komolyabb tanulmányt nem csináltunk az alumíniumról, tehát előfordulhat, hogy holnap valami olyan szörnyűséget fedezünk föl, idézek tőle, amire nem gondoltunk. Érted ezt a mondatot? Aha. Hogy előfordulhat, hogy holnap valami olyan szörnyűséget fedezünk fel, amire nem gondoltunk. Tehát ezek az emberek kaptak egy törvényi felhatalmazást arra, hogy egyébként csinálhatják ezt a geoengineeringet, mindjárt elmondom azt is, hogy kihatalmazta föl őket, de nem kutatták, vagy legalábbis jelen pillanatban még nem tudják, hogy a stratoszférából a felső légrétegekből leszálló alumíniumnak milyen toxikus hatásai vannak a környezetre, az emberi szervezetre, a vizekre, az ivóvízre, az állatokra, a növényekre, semmire. Szabad ne feled, hogy mondtad ezt, hogy mindjárt folytatod a gondolatot. Zene? Igen, ez a reklámzene. Ha már ez tényleg létezik. Igen. Most a kötözködés teljes kizárásával teszem fel a kérdéseimet. Ez tényleg létezik. Abban a világban, ahol mindenről egy másodperc alatt értesítést kapunk. Hogy lehet az, hogy ez a mondat elhangzott, fölvették televíziós kamerával, és a világ összes híradója ezt elfelejtette közölni nekünk, hogy gyerekek, van egy pacák, aki most ebben a pillanatban kimondta azt, hogy mi mérgezzük a légkört, anélkül, hogy csináltunk volna egy orvosi kutatást, és tudnánk, hogy mi történik az emberekkel. Most kérdezem, érted? Én, hogy te látod a világ összes híradóját? De nem bátor kijelentés az, hogy hogy van az, hogy a világ összes híradója ezt elfelejtette közölni? Jó, világ összes, jó, most nyilván. Értem, mit mondasz. De például, hogy a magyar televíziók ezt egy könnyed lépés átlépték. De a magyar sajtó is egy könnyed lépéssel átlépte, már azt a részét nem lépte át, amikor elkezdtünk összeesküvés elméletezni. Arról már hallottál. Figyelj, az, hogy a magyar sajtóban erre nincs igény, nem tudom. Rendeznek különböző konferenciákat Belgiumban, Németországban, ez ügynek számít, parlamenti felszólalások vannak, például Németországban, Belgiumban volt egy nagy konferencia, erről is
akarok majd beszélni. Tehát ez abszolút közügy. Amerikában időjárás jelentők, hírműsorok mutatják azt, és teszik föl a kérdéseiket. Amerikában látni olyan időjárás jelentéseket, ahol a pacák, mint időjós egyébként elmondja, hogy na látják itt, mutatnak egy Google Earth képet, látják itt ezeket a fura felhőket, hát én se tudom, hogy ez micsoda, erre mondják, hogy chemtrail, ez lehet az, mert ennek nincs rendes fizikai magyarázata. Tehát, hogy ez van, ez abszolút téma. Nálunk, amíg a kétfejű kecske a téma, meg amíg arról beszélek, hogy betörtek Mari nénihez, és mindez egy híradóban, addig nem tudom, hogy ez le tud-e szivárogni a hétköznapi ember szintjére. Visszatérve erre a konferenciára, ami 2011-ben az USA-ban volt, csináltak egy táblázatot ezen a konferencián, megdöbbentő, és leírták a program előnyeit és hátrányait. És megmutatták ezt. És az előnyök között az volt, hogy hűtjük a bolygót. Tehát ez nektek jó, nem lesz melegedés, lehűtjük a bolygót, megmentünk benneteket. A megnevezett és a be nem bizonyított kockázatok között azért leírták az ozonlyuk képződés, az asszályok Afrikában, asszályok Ázsiában, árvizek szerte a világon, termőföldek elsavasodása és megváltozó ökoszisztéma. De azt mondják, hogy ezt leírták, de mivel erre nincs bizonyíték, senki nem tud oda menni, és nem tudja nekik azt mondani, hogy itt van, mert ez már történik. Ők ezt csak leírták, mint egy mentesítve magukat a felelősség alól, hogy akár ez is megtörténik. De mivel nem kutattuk, még nem történik meg. Igen? Ők egy ellentétet árulnak, akkor gyerekek. Hát nem árultak, ezen a konferencián csak összeszedték az előnyöket és a hátrányokat. Tehát azt mondja, hogy lehűtöm a bolygót, ugye? Ez a küldetésem. De az a mellékhatása, hogy elsivatagosodunk, meg ózonjukkal. Azt mondta, hogy a megnevezett kockázatok között ez lehet. Aha. Vagyis kutatnunk kell tovább. Viszont amíg ezeket a kutatásokat nem csináljuk meg, addig is a bolygó érdeke az, hogy permetezzünk. És ez hogy lehet, hogy állami szervek, amiknek nyilván feladatuk lenne az is, hogy mielőtt beleegyeznek egy ilyen tevékenységbe, még ha ez a tevékenység alapvetően pozitív célokat is szolgál, hogy nem vizsgálják meg, nem, tényleg nincsenek előtanulmányok, nincsenek kutatások, nincsenek olyan tudósok bevonva ebbe a bizonyos folyamatba, akik azt mondanák, hogy gyerekek, hát addig, amíg nem tudjuk, hogy ez az alumínium, ha bejut a tüdőbe, milyen következményekkel jár rövid és hosszú távon az emberi szervezetre, addig talán nem kéne. Ne, szóval, hogy nincs valaki, aki azt mondja, hogy de, majd akkor csináljuk ezt, amikor majd ezek a dolgok le lesznek kutatva. Nincs, olyan nincs, aki lefújja, orvosok, fizikusok, kémikusok, biológusok, talajkutatók, mindenki mondja már, hogy le kéne állni, mert konkrét bizonyítékok vannak. Mindjárt mutatok egyébként hát mérési eredményeket. Igen, ez igazából ennyi. Tehát ugye nagyon jól tudjuk, hogy nem csak Budapest, hanem Magyarország, de Európa vagy a világ számos területén vannak folyamatos levegő szennyezettségi mérések. Na most, hogyha a drámai módon megnőne, vagy megnövekedne mondjuk az alumíniumnak a jelenléte ezekben a szennyezettségi adatokban, abban csak a pillanatban nyilván reagálnának mondjuk erre és jeleznék. Ez egy nagyon szép és egy naiv feltevés, igen, hogy egy környezetkutató elmegy az Obamához, egyébként nem jut be hozzá, vagy elmegy egy kongresszusi képviselő, és azt mondja, hogy itt vannak az adatok, 50 000-szeresére nőtt az alumínium szennyezettség ezekben a hegyekben, Arizona bizonyos vidékein majd. Egyébként a kongresszusi képviselő persze azt mondja, adja ide a papírt, majd foglalkozunk vele, és a büdös életben nem jut ez felső világméretükre. Elmondom még, hogy mit mondott Obama. Azt nyilatkoztam, hogy Dr. John Holdren szeretné a tudományos főmunkatársának kinevezni, és a Fehérvárház Tudomány és Technológiai Hivatalának vezetőjének tette meg. Azt mondta, amikor hivatalba léptette ezt az embert, hogy már nagyon várom a bölcs tanácsait. Ezt ő nyilatkozta, erről hírfelvétel van. Mit mondott ez az ember, akinek egyébként Obama várja a bölcs tanácsait, és akire Obama hallgat, és Obama megcsinálja azt, amit neki mondanak, mert hogy a bolygó bajban van. Azt mondta, hogy mindenféleképpen fent kell tartani a hosszú távú permetezést és az időjárás irányításának a kezünkbe vételét. Na most már az időjárást is. És akkor itt jönnek majd a mögöttes szándékok, amiről szintén akarok beszélni, hogy mi lehet a mögöttes szándék. Egy-két mérés, csak hogy mi történik most a természetben. Van egy nagyon híres észak-kaliforniai hegységrendszer, hegy, ez a Mont Shasta nevezető hegység, kivonultak oda és végeztek különböző méréseket. Biológusok, kémikusok. Megállapították, hogy egy-egy heves permetezés után a vizek felszínén egy filmréteg keletkezik, megvizsgálták, hogy miből van ez a filmréteg, azt mondták, hogy alumínium bárium. Számos esetben az emelkedés 50 000-szerese volt a megengedett határértéknek, az alumínium szennyezettség 50 000-szerese volt. Meg kimutatták ezt esővízben, talajvízben, a hóban, azt mondták, hogy aki már például ennek a hegynek a habát issza, az alumínium mérgezést követel maga ellen, hogy ne tegyék.
vettek a hegyoldalon található hómintából is értékeket egy-egy permetezés után, a több ezerszeresen megengedett. Na most nálunk is permeteznek, nálunk még nem mérnek ilyet? Nem tudom, hogy valaki Magyarországon nálunk ezt mérje. De, hogy nem, hát a légszennyezettséget mérik, és a légszennyezettségi adatokban meg kéne jelenni az 50 000-szeres alumíniumnak. Az egy speciális vizsgálat, ami azért nem olcsó, tehát itt megnézik a CO-t, tehát amit te látsz, mondjuk azon ki van betét, azt mondják, hogy megmértük a CO-t, meg ez is, akkor legyen smogriadó, vagy ne legyen smogriadó, nem tudom, hogy ezt mérik-e. Megkérdeztek tűzoltókat arról, hogy mi az oka, hogy mostanában ennyire heves erdőtüzek vannak, és például Arizonában, ami 5 vagy 10 vagy 15 évvel ezelőtt nem volt. Szabadságon voltunk. Igen. Azt mondták, hogy ők is, nekik is feltűnt, és végeztettek levegő mintavételt Arizonában, és kiderült, hogy a fákon eddig soha nem látott mértékben tapadtak meg a könnyen gyúlékony alumínium részecskék, és a fákon szintén lerakódott magnézium részecskék, és ezek a hihetetlen, megállíthatatlan, brutális méreteket öltött erdőtüzek azért vannak, mert hogy ezek a fák, hogy ezekre szépen ráesik, ezek raktározzák, amikor gyúlik, akkor sokkal durvábban ég. És ezekkel nyilván elmentek különböző kongresszusi képviselők, ez nyilván megpróbálnak bejutni a Fehérházba vagy a kongresszusba, nem nagyon tudnak. Hogy mutatom, hoztam nektek képeket egyébként, hogy hogy néz ki egy kondens csík, és hogy néz ki az, amikor ilyen chemtrail csíkok vannak az égen. Érdemes egyébként azért erre is vetni egy pillantást, hogy ha fölnézel az égre, akkor azt látod, hogy ez a kondens csík ez egy idő után eltűnik, kipároló nedvességből áll, ugye jégkristályok kikerül az atmoszférába, felpezseg, elpárolog, eltűnik, ez látható. Amiről most beszélünk, és amit ti is láttok a képen, ezek a, amikor ilyen fehér füstszerű réteg borítja be az eget, horizontól horizontig tart, és egyáltalán nem oszlik föl. A permetezés után egyébként rengetegen panaszkodnak nehéz légzésre, és itt is, amikor vizsgálnak, akkor szintén az alumínium, a bárium és a stroncium kimutatható. Most ezt nézd meg, ezeket a csíkokat, amiket hoztam, mutattam már egy csomót egyébként, hogy na, hogy erre milyen magyarázat? Ezek nem voltak 5 vagy nem voltak 10 éve hosszú, el nem tűnő kondens csíkok. Hát ezt az elméletet száfoló oldalakon azért lehet látni. Igen? Olyan fotókat is, ami a 90-es évekből származik, és van ugyanilyen hosszú kondens csík ebben is. És ezek azok, ugyanazok csak még nem oszlottak el? Lehet, hogy azt akarod ott mondani? Van, és akkor igen, akkor is permeteztek ebben. Na mi van, nagyon csöndben vagytok. Hát mindenhez mi se érthetünk, hát honnan. Ja, most tudom, nem erre kérdezem, ugye egyáltalán nem támadtok olyan hevesen, mint szoktatok. Elhetetek hallgatni. Ne, nagyon megvagyunk. Hát mert a megszólalásodat megkérdezik. Az a, figyelj csak, hogy az elmélet alapjait piszkáljuk már meg egy igen. kicsit. Már annak az elméletnek, hogy ez a védőháló ez létezhet. Hogy itt mi a Hogy működik a védőháló, hogy az alumínium rétegnek fönn kéne maradni a levegőben is, mint egy búra ráborulni a földre. Igen. És úgy veri vissza a sugárzásokat, hogy hűtse a földre, vagy az alumínium pornak rá kell telepednie a földre, és akkor úgy nem vissza. Nem, itt az a lényeg, hogy ezek fent legyenek ugye a levegőben magasan, pár nap alatt aláhújjanak, de amíg a levegőben van, és azért permeteznek folyamatosan, hogy folyamatosan legyen a levegőben, ott az alumínium részecskék visszaverik a napsugarakat. Aha, na. És itt jön a lényeg, hogy a lehullást már ugye nem kutatták, sem azt, hogy ennek milyen toxikus hatásai vannak, aha, milyen mérgező hatásai vannak. Kifizeti ezt, mert hogy csak, hogyha ha csak azt számolod, hogy az alumínium por magnéziummal való keverésének előállítása, plusz a repülőgépek, plusz a logisztikája ennek a dolognak, plusz a repülőgépek üzemanyaga. Léci, ezt ne firtassuk ezt a dolgot, mert a közelőben szándékozok venni néhány részvényt egy tímföldgyárban, mert hallottam, hogy ez mostanában nagyon felfutóban lévő. Beszélek rögtön a szándékokról, csak egy-két egészségkárosító hatás is. Ugye, ha az ember megbetegszik, akkor arról van szó, hogy valamilyen toxin megemelkedett a szervezetében, valamilyen méreganyag. Az alumínium ugye híres arról, hogy rákkeltő tulajdonságai vannak, felezési ideje évtizedekben mérhető, egyértelmű, hogyha ez bekerül a földbe, bekerül az emberi szervezetbe, akkor a rák esélye ez egyértelműen megnövekszik. Tudományos közösségek, orvosok, biológusok tényleg hívják fel a figyelmet arra, hogy a nehézfémek károsítanak, hagyják abba a permetezést. És ez már egy teljesen egyértelmű tény, tehát magát a geoengineering programot, ezt beismerték, aha, végzik, beszélnek róla, stratégiájuk van, megvan a finanszírozás, egész egyszerűen csinálják. Tehát, hogy ez egy abszolút bevett dolog, és kérdezted a híradókat, például ki számolt be, vagy melyik magyar orgánum számolt be arról, hogy Belgiumban megrendezték a világ első chemtrail konferenciáját, a világ minden tájáról érkeztek emberek, az eseményt figyelő, vizsgáló szakemberek, politikusok, aktivisták, akik megvizsgálták a program egészségügyi, környezeti, szociális hatékonyságát, és elképesztő eredményeket hoztak. Tehát itt már nem arról van szó, hogy permeteznek-e vagy nem, itt arról van szó, hogy permeteznek, valójában mi a mögöttes szándék,
valójában csak annyi, hogy megállítsuk a globális felmelegedést, vagy van-e valamilyen mögöttes szándék emellett, amit nem tudhatunk. Ezek a mögöttes szándékok egyébként rengeteg minden lehet, és akkor itt jön a finanszírozás. Ez lehet az, hogy megpróbálják manipulálni az időjárást, hogy megpróbálják kézbe venni az időjárást, hiszen aki irányítja az időjárást, az annak hatalma van. Tehát annak egyértelműen hatalma van. Ez is cél lehet, hogy tudják befolyásolni az időjárást. Hadászati célokra, fegyverkezési célokra, jó, kommunikációs célokra. Hát nem tudhatod, nem is mennék olyan messze, hogy ezeket én bevállaljam, hogy vajon mi a cél. Ez azért egy picit ilyen túlpörgetett már ténylegesen az összeesküvés elméletek határát súlva, sőt tulajdonképpen az is elmélet, mert hogy egyébként pont egy olyan dologról beszélünk, aminek a következményei még egyelőre kiszámíthatatlanok. Tehát, hogy ne beszéljünk már arról, hogy majd átveszik az időjárás felett az ellenőrzés, miközben egy olyan tevékenységet folytatnak, aminek a közvetlen konkrét hatásait sem ismerik. De az időjárás átvevésének a lehetősége az kell, hogy valamivel elkezdjék. És azt mondják, hogyha én egy ország felett tudok asszályt csinálni, vagy el tudom dönteni azt, hogy hol essen az eső, és hol nem essen az eső, és hol pusztítok el ezzel mondjuk országokat, vagy nem pusztítok el, én nem akarok ennyire paranoiás lenni, akkor az hatalom. És egyébként már... De hát ezt minden országban nem csinálhatják meg, hiszen az országoknak attól függően, hogy milyen politikai vagy katonai tömbhöz tartoznak, attól függően engednek bizonyos repülőgépeket berepülni. Nem is permeteznek egyébként Dél-Amerikában, nem is permeteznek egyébként bizonyos ázsiai országokban, leginkább egyébként az Egyesült Államokban. Tehát a saját országokban miért okoznának asszályt akkor? A saját országaiban, a saját légterükben. Az Amerikát miért teszik tönkre? Mert akkor nyilván az amerikai. Miért az amerikaiaknak, hogy felgyulladnak az erdőik, és nem tudják eloltani őket, és veszélybe kerülnek csomó nagyvárosok? Nem jól közelítitek meg a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy ez a cél. Itt arról van szó, hogy ők csinálnak valamit, aminek van egy mögöttes szándéka, aminek van egy mögöttes tartalma, aminek a mellékhatásai, hogy meggyulladnak az erdők. De kicsit naív azt gondolni, hogy ebből valaki vagy valami nagyon sokat profitál, akkor ő majd törődik a meggyulladó erdőkkel. Szerintem nem, de mindjárt elmondom az indokokat. Az Amerikai Egyesült Államoknak van egy konkrét dokumentuma, ami nyilvános és elérhető. Benne van az, hogy a kormány célja az időjárás birtoklása, már a vietnámi háború előtt is kísérleteztek ezzel, és hogy kézbe kellene venni az időjárást. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy lesz valaki mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ugye különböző nagy koncernek támogatják lobbisták, akik adnak pénzt, hogy te az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyél. Az leszel, megválasztanak téged, utána be kell tartanod az ígéreteket. Csak mondok egy kérdés, hogy nem szabad, vagy nem lehet azon elgondolkodni, hogy mondjuk olyan agráripari koncernek, mint a Monsanto, aki azért tudjuk, hogy génmanipulált magvakat árul. Igen. Mondja azt, vagy pénzeli ezt. És csak kérdezem, és egyáltalán nem biztos, hogy 5-10 év múlva, vagy 15 vagy 20 év múlva, amikor ezek a földek elhalnak, amikor a termőföld már nem ad majd igazi termést, akkor mondja azt, hogy nekem van egy olyan, ami ezen a talajon is meg tud élni. Ami rezisztens az alumíniumra. És nekem érdekemben áll ez a permetezés. Tehát az, hogy ezt kik pénzelik, az, hogy kik állnak-e mögött, ezt soha nem fogod megtudni. Itt az a lényeg, hogy valami történik, de ha csak annyi történik, hogy valójában permeteznek és bele akarnak szólni az időjárásba, az jó. Azt engedni kell, arról téged megkérdeztek, hogy megszóljanak alumíniummal. Nem jó, tehát most nem ez a kérdés, hogy ez jó-e vagy sem. Ha ez egy létező dolog, akkor ez természetesen elutasítandó, és tényleg tiltakozni kell. Hát főleg úgy, hogy az alumínium toxikus fém, tehát hogy ez igazából nem is kellene egy környezettanulmányt írni, meg kiírni valamiféle kis, hogy hívják ott, vizsgálatot, vagy olyan laboratóriumi sorozatot, hogy csak azért, hogy majd kivizsgáljuk, hogy az alumínium toxikus, tudjuk róla. Tehát, hogyha a szervezetedbe jut, akkor az mérgezést okoz. 2011-ben, amikor volt ez a konferencia, akkor ez a David Keith, aki elmondta, hogy előfordulhat, hogy holnap valami olyan szörnyűséget fedezünk fel, amire nem gondoltunk. Azt is mondta, és ez a mondat is az ő száját hagyta el, hogy ez nem igazán jelent morális problémát, hogy nem tudjuk, hogy mi van. És nem tudjuk, hogy valami olyan szörnyűséget fedezünk fel, amire lehet, hogy holnap járjunk. Ez nem jelent morális problémát, csupán annyit, hogy az unokáink kontójára játszunk. Ezt ő elmondta, ezt ő így kijelentette. Tehát, hogy ebben ez az igazán meglepő. Ez jobb bizonyíték, mint az, hogy van három csík az égen, érted? Tehát, hogy ha ezek tényleg elhangzottak, ezek a mondatok, meg ha ezek megtekinthetők, akkor az oké. Okay. Csak jöttök a csíkokkal, aminek a legnagyobb része, tehát az a bajom, hogy ma minden ember néz föl, és lát egy normál kondens csíkot, ami egy egyszerű fizikai dolog. De akkor ezek 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt miért nem voltak, amikor már repültek? Kevesebb volt a légiparádé. Voltak kondens csíkok. De itt nem kondens csíkokról beszélünk. Tehát az, ami egy lehet, hogy azok nem is kondens csíkok, hanem valójában akkor fogy ki az alumínium a gépekből, és azért rövidebb a csík.
most már kezdek én is átállni a másodra. Kis csíkos, egy óra után is látott horizontól horizontig terjedt felhőszerű kondenscsikra egyáltalán nem percek alatt nem eltűnő párhuzamos csíkokat látunk az égen, ami ilyen permetszerű képződmény, és pár nap mire leér. Az 10 éve miért nem volt, ha az kondenscsík? 15 éve miért nem volt ilyen az égen? Hát ez a 10 éve nem volt, ezek megcáfolható dolgok 15 éve. De szerintem már csak az is szörnyű, hogy néhány ember istent játszva megpróbál beleszólni a természetbe, és az van, hogy te eldöntheted, hogy akarsz meghalni, eldöntheted, hogy mit eszel, eldöntheted, hogy mit iszol, mérgezed-e magad, vagy nem. De amikor rajtad álló emberek döntik el, hogy téged mérgeznek úgy, hogy te tehetetlen vagy, ha nincs mögötte szándék, ha nem agráripari konszernek, ha nem hadászati célok, ha nem az időjárás befolyásolása, csupán csak a globális felmelegedést akarja megváltoztatni néhány önjelölt, istent játszó ember, és ebben mondjuk emberek belehalnak. Ebben az igazad jó. Van. Nem is mennék oda, hogy az emberiség kipusztítása, meg mit tudom én, a népesség csökkentés, nem, mert ezek már mind összeesküvés elméletek. Oké, csak akkor itt van az erdőtüzes dolog, itt az elmúlt másodpercben rákerestem az erdőtüzek kronológiájára. Spanyolország legnagyobb erdőtüze 1992-ben volt, tehát akkor még ugye nem volt. Azt mondtad, hogy most rátelepszik az alumínium meg a magnézium a falevélre, és ettől ég, most ezért mindennél nagyobb. Az Egyesült Államok legnagyobb erdőtüze pedig 1974-es. Nem értem a párhuzamot. Azért, mert volt egy erdőtűz, ami 1974-ben volt a legnagyobb, azért egy kisebb terjedésű is lehet, sokkal agresszívebb, sokkal gyorsabban terjedő, megmagyarázhatatlanul terjedő erdőtűz, ami lehet, hogy nem a legnagyobb. Tehát, hogy ezek számomra nem bizonyítékok azért, mert nem 98-ban volt a legnagyobb, hanem 74-ben. Jó, hát ezért mégsem tudják most már eloltani, és a tűzoltók is bevizsgáltattak, ez nem volt régen. És azt mondták, hogy tele vannak a fák alumínummal, stronciummal, báriummal, ez nem volt a valódi természetben. Nem értik egyébként, hogy mi történik. Elmentek Hawaii-ra, akik forgatták ezt a dokumentumfilmet, megmutatták, hogy savasodik a föld, hogy halál a természet, elmentek fákhoz, letéphetőek a fák kérgei, földből pH értéket mértek, vizet mértek, megmutatták ezt a filmszerű réteget, ami képződik permetezés után, és azt mondják, hogy nem volt. Nem tudjuk, hogy mi történik, de ez itt van, valamit szórnak ránk, nem tudjuk, hogy miért, de szórnak. Mindenki ébredjen föl, és tegyen föl három darab kérdést, hogy mégis mi a fene ez. Mutasd még nekünk csíkokat nagyon, az égen. Nem lehet, hogy sokkal drámaibb a helyzet, és valójában a csíkok az ég, és a kék az, ami a permet. Most mutatok egy kondens csíkot, és mutatok egy chemtrailt, ez ugye most a hallgatóknak kevésbé izgalmas. De hát rá tudnak keresni szerintem sokunkban internet. Igen, tehát itt van a kondensik, és itt a chemtrail, tessék, a kondensik mondjuk 5 cm hosszú, maga a csík, az pedig el nem tűnik, és horizonton átívelő. Jó, tehát, ezek a párhuzamos csíkek, tessék. Amit az előbb mutattál, azt ne hajtsd már el. Jó, csak mutatok egy jobbat. De az nagyon jó volt, mert az pont magyarázat. Ott ugye két kondenszcsik lát, akkor most a kondenszcsiknak ugye az a tulajdonsága, hogy attól függően lesz hosszú, avagy rövid, hogy milyen körülmények között. Nem a magasságtól, illetve magasságtól úgy függ, hogy például lefelszálló repülőnél sosincs, mert amit még ilyen közelről látszott, nem lehet, tehát ez több ezer méter magasan alakulhat ki. Az a két gép például, amit te ott lát, az halvány segédfogalmunk nincs, hogy milyen magasan ment. A hosszú kondenszcsik, amit most látunk, az például sokkal vastagabb, mint a másik, a kis rövid csíkunk, amiről nem is tudjuk, hogy milyen irányba, meg hogy megy a repülés, milyen magasságban. Tehát közelebbről a rövidebb is hosszú? Például. Na, tessék. Vagy vastagabb. Ez egyébként a kecskeméti repülőnapon készült. Van egy amerikai kongresszusi képviselő, aki leadott egy törvényjavaslatot 2010-ben, Dennis Kuncininek hívják, ő azt mondta, bemutatta, hogy ebben a törvényjavaslatban dokumentálva van a szórás, és akkor még ugye javaslatok vannak arra, hogy ha már a hatályba léptetése megtörtént, azóta megtörtént, akkor egyébként még hogy tudják ezt kiterjeszteni. Ugye itt megint van egy érdekes kérdés, hogy akkor hogy repülhet be a mi légterünkbe? Na ugye? Hogy repülhet be a mi légterünkbe? Hát hogy NATO tagok vagy. Például NATO tagország vagy. Ki az, aki a jelen politikai helyzetben egyébként az Amerikai Egyesült Államoknak azt mondja, hogy figyelj, mi hadászati célokból átrepülnénk 12 000 méter magasan a te légtered felett, majd Magyarország azt mondja, hogy nem repülhettek, majd Magyarország vagy bármelyik európai ország azt mondja, hogy egyébként ehhez nincs jogotok, vagy nem tehetitek meg, vagy ellenmond. Ezek nagyon egyszerű dolgok, hogy ez nem így működik, hogy akkor majd most itt a magyar miniszterelnök Orbán Viktor azt mondja, hogy már pedig itt még 12 000 méteren nem repülnek el gépek. De elrepülnek. Ő nagyon elfoglal, de én azért dr. Illis Zoltánt felhívnám. De és megkérdezném, hogy ő mit szól mindez. Tehát ennél több bizonyítékot igazából a témában nem lehet hozni. Szerintem a mi felelősségünk az, meg mindenki felelősség, aki kicsit is hisz ebben és nem legyint rá, hogy felálljon, hogy tájékozódjon, hogy beszéljen, hogy elkezdje terjeszteni, és kérdéseket tegyen föl, és ezek az emberek, akik ezt csinálják, ezek pont erre alapoznak. Úgy se kérdeznek, úgyis hülyék, úgyis birkák, úgyis meg lehet velük bármit csinálni, teljesen mindegy, mert mindenre rábólintanak, semmit nem hisznek el.
Szerintem azért ez meggyőző, amit ezek mondanak. Nekem még egyszer mondom, csak és kizárólag annyi a bajom, hogy van egy tudós koponya, ennyit dumáltunk. Rohadt sokat, várjál, igen. Nem baj. Igen, ugrott a best of. Van egy tudós kolléga, aki... Hogy van egy tudós ember, aki ezt állítja, és nincs világméretű felhördülés, szaklapok nem cáfolnak, vagy csak ez nem jutott el hozzánk. De... Tehát, hogy ennyire buta világban élünk, hogy becsukjuk a szemünket. Figyelj, az emberek a mai világban csak... egyébként nem mennek el szavazni, nem foglalkoznak közügyekkel, nem érdekli őket semmi. Kimutathatóan az alattunk, tehát a 15-30 éves generáció nem érdeklik a közügyek, nem mennek el, és mit várunk, hogy ezek az emberek elmennek és közösen együtt fellépnek egy ilyen ellen, vagy azt mondják, hogy ne hozzatok génmanipulált vetőmagokat, vagy ez az embereket érdekli, a saját sorsa érdekli, a saját boldogulás, aztán majd lesz valahogy. Tehát egy olyan összefogást vársz el, ami egyébként a jelenlegi társadalomra és a jelenlegi hétköznapi embere, ez egyébként nem jellemző, nem jellemző a magyar emberekre se, és nem jellemző sajnos világszerte. Oké, de a génmanipulált vetőmagokról mindenki tud, érted? Tehát, hogy azt miért nem? Tehát, hogy ott az is megszületett, működik ez a dolog, csinálják, az ellen fellépünk, és nem a fellépésről beszélek, csak a tudásról, hogy tudod magát, hogy létezik a dolog, mert itt nem tudod biztosan. És hát nekem ezek az emberek, akik elmondták, hogy már pedig szórunk, és erre felhatalmazásunk van, és belenyúlunk a klímában, nekem azért ez elég bizonyíték. Figyelj, a mögötte szándékokat nem tudom. Ha annyira komoly lenne ez a dolog, akkor az, hogy lehet, hogy a nagyon ismert, és egyébként minden kicsi, apró, cseprő, pici dologra ugró nemzetközi környezetvédelmi szervezetek, mint például a Greenpeace, hogy nem ugrik rá erre a témára rögtön, és hogy nem kampányolnak, és hogy nem tüntetnek, és hogy nem próbálják meg brossúrákkal elárasztani az embereket. De honnan tudod, hogy nem tudják? Azért mert nem hallasz róla? Akkor mutatok neked az interneten Greenpeace tüntetéseket, mutatok neked. Megmondom, hogy miért. Mutatok azért, neked mert konferenciákat, ahol ott vannak a Greenpeace-esek, mint a belgiumi konferencia. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy nem tüntetnek, hogy nincs ez a világhíradójában nem nagy képű kijelentés, hogy mi itt a szűrt valóságon, amikor belül a tények és a nem tudom, az RTL híradóján keresztül informálod, egyébként azt mondjuk, hogy nincs ez a világhíradójában. Németországban parlamenti felszólalások vannak az ügyből, a kongresszusi képviselők Amerikában erről beszélnek, tagadják vagy elismerik. Belgiumban konferenciát rendeznek róla. Ez már túlmutatott az, hogy nem hallok róla. Azért nem hallottál róla, mert nem néztél meg 10 percet az interneten, hogy milyen konferenciák vannak. Mert én pártoló tagja vagyok a Greenpeace-nek, és minden egyes aktivitásukról tudok, hiszen hírlevelet kapok róla. Ilyen egyszerű. Hát a Magyarországon még a Greenpeace ez ellen nem lépett föl, az Amerikai Egyesült Államokban egyébként többször. Tehát, hogy. De ezeket én megmutatom neked. Na mindegy, igen, itt van az, hogy az ember azt mondja, és inkább az, hogy nem akarom, megpróbálom magamat megnyugtatni azzal, hogy nem hiszek benne. Ez az elsődleges reakció. Biztos összeesküvés, ne törődjünk vele. Könnyebb így elfogadni az igazságot, mint azt mondani, hogy nézzünk utána. Szerintem ez egy ilyen lelkiismeret megnyugtatás tényező, hogy szkeptikus az ember. Uh-huh. Na mindegy, nézzetek utána, szerintem jó, érdekes a dolog. Jó volt, mondom, még egyszer, ha ilyen bizonyítékok vannak, lehet benne hinni, meg tudunk benne hinni, meg sok barom van a földön, tehát akár ezt is megcsinálhatják. Nekem eddig sántít, tehát a chemtrail érvelés, az sántította a kondenszcsíkok mellett. Ha vannak ilyen emberek, akik ezt kimerték jelenteni, ezeket megnézzük, akkor lehet, hogy működik. Ha egy független környezetvédelmi szervezet fog végezni a közelőben egy olyan környezettanulmányt, amiből kiderül, hogy az utóbbi néhány hónapban drámai módon megnövekedett a magyarországi levegőben, vagy nem levegőben, hanem akkor már a földön, a növényzeten, a flórában, a faunában megjelent az alumínium, akkor én el fogom hinni. De rengeteg ilyen tanulmány van. Itt vannak. Csak arizonai tanulmányok. De mondom, hogy Magyarország. Jó, oké, megnézzük, hogy van-e. Elmegyünk gyorsan reklámra, jó, a mai best of az elmarad, majd szóban elmondjuk, milyen vicces volt. Kibékülünk és visszajön. De kibékülünk, kicsit még most nagyon összeveszünk, mert általában leteszünk, elalszik a piros, nagyon összeveszünk, hogy miért nem mész anyádba, hogy éneket kérdezed, te miért nem mész, hogy egy hülyeséget mondasz. Igen, és aztán jövünk vissza mindjárt. Hát ha ti holnap fel is jöttök, én biztos nem maradok, mert eltesznek lábalon. Várjál csak! Végem lesz. Na, mondja. Nem ez korpa. Szerintem nem őszűsz, ez alumínium. Szemete. Jani azt mondta, Feri, te nem őszűsz, ez alumínium. Mindegy. Bevállalom a paranoia szerepét. Én azt mondom, hogy ha csak 1% van ennek, hogy igaz legyen, hívjuk közben a naphallgatóját, akkor is érdemes ezzel foglalkozni. Igazad van. Hát félted a jövőt, félted a gyerekedet, családodat, tudod, barátodat, mi van, hogy az emberiséget. Igen, ez idegesít, hogy 4-5 önjelölt ilyen barom. Engem csak ez idegesít.
Meg hagyd döntsem már elé, hogy akarok meghalni. Ha ívjuk, akkor mindig valamelyiket hívjuk. Rád bízom. Rohadt szemetek megmérgeznek minket. Vrum, 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 vrum. Ez most mi volt? Hogy? Hát aztán beülsz az autódba. Hello, morning show, hello, nem a nap hallgatóját hívtuk először, hanem egy játékost, aki holnap ott lehet velünk ásni. Jó helyen vagyunk? Igen, szerintem jó helyen, mert voltam regisztrálni tegnap előtt. Igen, Balázs, hello! Szia, szia! Itt a Jani, Feri, Csabi. Hello, szia. Balázs, voltál tegnap előtt regisztrálni, hol voltál? A Váci úton. A Váci úton. Budapesten. De jó, na akkor megadtad az esélyét. Oké, a jó hír az, hogy holnap jöhetsz velünk ásni, szeretnénk, ha ott lennél holnap a Ferdinánd hídnál 5:30 reggel. Jaj, de jó, megyek. A rossz hír pedig az, hogy már meg is gondoltuk magunk. Úgyhogy szia. Van autó a családban, Balázs? Nincs autó, nincsen saját. Szerettetek volna, spóroltatok rá? Szeretnénk, majd van még egy-két dolog előtt, ami még ennél is fontosabb, de ezt szeretnénk. Persze. De jó, mivel foglalkozom, Balázs? Én kontroller vagyok egy kereskedelmi cégnél. Kontroller vagy egy kereskedelmi cégnél. Jó, várunk akkor holnap, jó? Kollégák mindent elmondanak, hogy gyere, zárcipő, munkavédelmi előadást. Tessék? Van, ásunk, van. Ásó lesz? Minőségi, ilyen ásóink van. Brutál jó ásóink vannak. Gyere ásni, hát ha tiéd lesz az autó, jó? Rendben, köszönöm szépen. Holnap találkozunk. Hívtatok. Én rendben, nagyon örülök. Sziasztok. Hello Balázs, hello, hello. Hívjuk a naphallgatóját már is. És nem elfelejteni, hogy ma még nyitva vannak a kereskedések, sőt, holnap, ha valaki jön 6 órakor a Ferdinánd híz lábához, akkor ugye West End, ott is választunk még a helyszíről egy játékost, aki áshat. Na jó. Mi van? Nem. Kell az a i. Micsak? Ő annyit írt egyébként, hogy helyes volt, mint egy feloldva ezt a kicsit komolyabb témát, így az utolsó órában chemtrail találtam az alsó nadrágomban, biztos nem a repülőn azt. Jó, ez szellemes volt. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok. Most értettem meg, hogy te miért akarsz mindenképpen a föld alá menni. Mert az olyan félék, mint te permeteztek. Megöltök. Tönkreteszitek az emberséget. Hallottál? Részleteket hallottam. A lényeget hallottam egyébként. És? Az árulók oldalán vagy csatlakozol az ébrelévők, a felébredtek. A felébredtek a gondolkodók, kérdéseket tesznek fel. A gondolkodók oldalán vagy az alvók Élek. Oldalán? Én nem nagyon hiszek. Megmondom őszintén neked. Hát akkor állj át az ő oldalukra. Ezt neved magadra, mert nem rád vonatkozik, de sokszor elmondták már, hogy a világot a szkeptikusok viszik előre, és nem az okoskodók. Tehát, hogy amikor vannak kérdések, felteszed ezeket a kérdéseket, és ezekre a kérdésekre válaszolnak, kétkedni kell. Nagyon fontos, hogy kétkedni kell. Nem szabad mindent benyalni elsőre. Nem, dehogy kell. Csak beszélni kell róla, aztán utána, ha ez egy év múlva kiderül egyből semmi, az én leszek a legboldogabb. De kiderül egy év múlva, hogy ezek a barmok mindig permeteznek azért, hogy jobb idő legyen 50 év múlva, akkor az viszont ijesztő. Én csak a biztos dolgokban hiszek. Tehát, hogy amit látok, amit meg tudok érinteni, amire vannak egyértelmű bizonyítékok. Például igen. Láttál már 1 milliárd forintot egyben? Azt hittem a remek zenéket. Mondd, hogy van. Tudtad, hogy ettől függetlenül elhiszed, hogy van. Elhiszed, hogy van, de nem láttad soha, nem? Laci, azért ezt így nem tudom, hogy most így mit mutogat. Tehát, hogy azért... Sok minden tud, de ez nem. Egy megszeres közös... Nem, bemondjam. Hevesi Zoltán is jöhet ásni. Laci elbábozták. Király! Zoli, gratulálok! Szupi! Elbábozták. Igen, ő volt az, aki a múltkor adásban nem vette fel, de ő is jöhet ásni. Jó? Holnap ott lesz. Ezt próbálta elbábozni, Laci. Na, holnap ásás, 6 órakor már a föld alól, és 7 láb mélyen, majdnem 3 méter mélyen, Kassa Tibi, Tóth Gabi koncertezik, gyertek, legyetek ott, nézzétek meg, ássatok és figyeljétek a nagy produkciót. Csabikám, remek zenei lesznek. Egy kérdésem hadd legyen, hány kiadó hely van még az ásóknak? Még ma este van valaki, igen? Akit hívunk, az utolsó napon regisztráltak közül, és holnap reggel választunk még egyet az odaérkező első 1000 hallgató közül. Jó, mert akkor majd mondom én is a kívánság műsorra, hogy hadd menjenek még, ugye lehet még regisztrálni, és közben Liszi újdonságát mindenképpen meg fogjuk hallgatni, Father Away. 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.